Akkor a vései témájával kezdünk, ez itt a hajóágyú. A fogalmatok nincs róla. Nem tudok azonosulni Ukrajna sorsával, az a baj. Mert nincs róla fogalmatok, mi lenne azt, ha Oroszország megszállná az országotokat. De. Ezt ki mondta? Ezt a holland tévében mondták a Szijjártó Péternek. Hallgassuk meg. But imagine that Russia was invading Hungary. Would your country not want to receive support and to receive weapons? Well, Hungary was once invaded by Soviet Union back in 1956 and we have not received any kind of support regardless of all the promises from the West. So we know what it feels. Yeah. És ő mondta, hogy minket vászállt meg Oroszország. De hát tudjuk, a CIA-nek a papírján ez nincs rajta. Miért mondja nekem ezt, miniszter úr? Mondjuk arról valószínűleg nekünk sohasem lesz fogalmunk, hogy milyen az, hogyha elárasztja az országunkat a víz, de hát nem baj ez. Majd később beszélünk erről. Milyen nyelven beszélünk erről később? Németül. Na jó. És akkor így... az nem német, hogy fréhét. És Peti miniszter úr megmondta a néninek, hogy minket már szállt meg az oroszok, és akkor így, akkor beszéljünk az időjárásról esetleg. Ez új információ számomra. Körülbelül ennyi történt. Tehát Peti miniszter úr továbbra is játssza a gyógypedagógus nyugatom. új információ. Magyarországot már szállták meg. Igen. Oroszország mikor szállja meg Voronyest? Szóval nem tudják, hogy hol van Magyarország, és mit csinált az orosz Magyarországgal többször is? Az elmúlt 170 évben mondjuk, hogy mit csinált velünk. Milyen szakot végezhetett a riporter asszony, meg a szerkesztő. Muciológiára tippelek. Bögrédet. Muciológiára tippelek. Ilyen szakot végzett a tévés néni. Ja igen, Laci nem csak, hogy először jött ma, hanem személyre szabott bögréket kaptunk tőle. Ilyen fantasztikus bögréket vettek ti is? Ez, ja, hogy a muciológiát teszi meg. De ez jön a beléből, mint meleg levegő, nem? De ez a valóság megeszi a muciológiát. Ja, a valóság, aha. Volt ez a Sir Arthur Conan Doyle-nak a nagy egyik Sherlock ilyen mondása, hogy mindez már megtörtént, és mindez újra meg fog történni. Ez a Twin Peaks. Nem, amúgy a Battlestar Galactica az, akik ezt átvették, hogy mindez már megtörtént, és újra meg fog történni, annak is ez a jelmondata. És hogy ezt, hogy a Magyarországot próbálják bemutatni, mint belső ellenség, ez megint erre megy ki a játék, hogy ugye a fejlett nyugat az már rég lenyomta volna Ukrajnában Oroszországot, csak hát hátba szúrták a nyugatot, és most ez az aljaskereskedő nép, a magyar az, aki most hátba szúrta az ezer éves Európai Uniót, mert már tényleg már hatalmas egy győzelmet. Vonazóval nézik már a magyarok orrgörbületét? Vagy hát valami? Ugye megint mi a baj az, hogy mi kereskedünk az oroszokkal. Tehát ez a kereskedés, ezt ők nem bírják elviselni. Amikor valaki más kereskedik, és nem ő. És ezért akarják rá. És hiába mondja Szijjártó azt, hogy de hát, hogy a geopolitikai rögvalóságot felfogva a kapcsolatainkat a minimálisra szorítottuk Oroszországgal, az energetikai kérdéseket meg nem nagyon tudjuk így a földrajzi, meg a helyrajzi számunknak köszönhetően máshogy megoldani. Utána a vágás a holland műsorban, és hát Magyarország az utolsó szövetségese az Európai Unióban, Oroszországnak, igen. És meg ugyanazt mondják, tehát az, hogy úgy vádolnak minket különutas politikával, ahogy, tehát kb. Ez a Puzsér-féle... Ezt akartam mondani, de már nem akarom többször kimondani. Igen, ezt. Elég majd még fogod ma. Én már nem akarok ezzel az emberre. Első alján összegyűlt levelek magyarázzák ezt a logikát, hogy egyszerre vádolják meg azzal Magyarországot, hogy különutas politikát folytatunk, és Oroszország érdekében nyomulunk az Európai Unióban, majd utána azon röhögnek, hogy Orbán az összes szankciót megszavazta. Tehát akkor miből is áll a mi különutas politikánk? Az, hogy nem vagyunk teljesen hülyék, és a gyermekmondókákat nem mondjuk felüvöltve. Uh-huh. Ennyi? Uh-huh. Jó. A muciológia nem értette ezt. Nem egy bonyolult tudomány. Nem hiába jártam muciológia szakra, azért valamit sejtezte ebből. Azért meg korábban érkeztél, mint mi ez feljogosít téged arra, hogy sértegesse. Igaz vagy nem igaz, hogy muciológia szakra jártam? Fiatal volt. Kellett a muciológia. Várjál, a következő az lesz. Várjál, a következő, legalább megúszta. A következő az lesz, hogy bebizonyítjuk, hogy ott is vannak németek, tudod. Te ne vigyorogjál, mert tudom, hogy az egyetemen úgy jelenti meg, hogy a kis fónod alatt ott volt egy földi pál kötet a német csodafegyverekről. Egy darab földi pálom van otthon, de azt szórakozás jelleggel vettem meg. Tehát én már azért az egyetemen eléggé ki volt a művához. Mindenkinek vannak foltok a múltjában. Házi feladat a nézőknek az Ambrózi családfájába benézni, hogy hát ha van ott német. Hát ha valat elvonása valami. Tényleg? Tényleg nincs. Én azért ezt megnézném. Meg kéne kapigálni ezt. Kettőnk közül melyikünk iszik sört?
Valami gyanús. Na mindegy. Jó, de mellé jó magyar jéget fogyasztok. Hát ez figyelj, óvakodjunk a németektől, de ne féljünk használni erényeiket. Sör és autógyár, tehát meg kurka. Igen? Na, Peti minisztert, igazából ez nem tudok mit hozzátenni, mert a nyugatiak már megint képzettek. Most tehát, a Ambipur Krisztián éppen a holland tévében ül, és hollandul vartyog, és őt kell gyógyítani a Peti miniszterelnök úrnak. Kedvenc fejezetem, amikor tudod, a nyugatiak, de erről már beszéltünk itt, a nyugatiak előadják, hogy hát az a baj a magyarokkal, meg ezekkel a bunkó buta keleti népekkel, hogy ugye demokráciára kéne nevelni őket, és akkor így belenézzünk a történelembe, hogy figyeljetek csak. Amikor nálunk, mit tudom én, a 18. század végén elzavarták a királyt, mert nem tartotta be a magyar alkotmányt, akkor nálatok mi is volt? Nem éppen ez volt. Alkotmány az nem. Valami már alkotmány az annyira nem volt. Tehát, hogy milyen, beszéljünk már arról, hogy akkor kinél milyen berendezkedés volt mondjuk 300 meg 500 évvel ezelőtt, mondjuk a nyugatiak versus magyarok. Kikereskedett rabszolgákkal esetleg. De legalább már most van mindenhol alkotmány az Európai Unióban rajtunk kívül. Rajtunk kívül, aha. Bocsátot kértek már mindenkitől? A holland kelet-indiai társaság által elkövetett... A Guardian most bocsátott kért. Nagy ével Guardian most bocsátott kért, hogy ott az alapító atyáknak egy-két cukornád ültetvényén nem teljesen fehér emberek dolgoztak, nem teljes fizetésért. De most több vágyak vált egyébként? Persze, most sok rédet széttöröm, összeragasztom, ugyanolyan lett? De... Hát speciál egyébként, hogyha nem folyik ki belőle a víz, akkor igen. Tehát hát azért az nem ugyanúgy fog kinézni. Hát nem ugyanúgy fog kinézni. Van az a bizonyos jognevezeti dolog. Igen. És az például tartalmazza azt is, hogy lefülelnek téged, hogy betöréses rablást foganatosítottál valahol, akkor nem az a lényeg, hogy te kérjél bocsánatot, hanem add vissza a rablot holmit. Tehát az, hogy a Guardiannek a főszerkesztője bocsátat kér, majd utána ugyanabban a székben üldögél tovább a hatalmas fizetéseért, ami hát bűnben fogant. Tehát és utána még börtönbe is viszik. Emberéletek százezerét nyomorították meg, és majd azt mondja, hogy bocsi, hát ez nekem nem elég. De utána állapod. Még a betörőt börtönbe is fogják vinni, vagy bíróság elé állam. Az, hogy a belga miniszterelnök azt mondja, hogy bocsi, attól visszanőnek azok a kezek? Hát igen, jó kérdés. Tehát ez nekem nem elég. Nem elég, hogy bocsátot kérnek. Figyelj. Kezdjük az, hogy fizetnek. Egyébként a károsultak. Erről beszélgettünk pár hete, hogy az a jó bűn, vagy a jobb bűn, amit helyre lehet hozni. De legalább Belgiumnak fogalma sincs. Ki lehet fizetni azt, amit ellopnál, Belgiumnak, lehet adni? Belgiumnak fogalma sincs arról, hogy szállnak meg a németek. Legalább ennyi előnyük van. Volt nálunk a hobbistában vendég a Kusai Sándor, a volt Pekingi nagykövet, meg egyetemi tanárom, zseniális figura. Aki nem látta, nézze meg ezt az adást, iszonyú szórakoztató űrge, hatalmas nagy tudással. Ha nála többet tud a történelemről. Hát engem le is cseszett szépen, hát, hogy túl sok angol száz szerzőt olvasok, és ezért szűklátókörű vagyok. Az angol száz... Bocsánat, mondtam, hogy igazán tényleg ezeket olvasok. Az angol száz irodalomban ilyen homoerotikus mesék vannak arról, hogy a King a Prince of Wales fantasztikus páncéltúra lövedékei, hogy ütötték át a Bismarck old izéjét, övpáncélját, csak amióta le lehet merülni a roncshoz, azóta volt néhány kellemetlen meglepítés, hogy sehogy. Jó. Tehát körülbelül ez a... Szóval leadtak rá 650 millió lövést, ebből kettő átütötte ott, ahol nem fájt volna neki, tehát nem az is hülyette. Szóval a fickó az meglehetősen liberális, de nagyon... Tehát, hogy megengedő, inkább úgy fogalmaznék, mert liberálisnak nem mondanám, tehát úgy nyilatkozott a többi elemzőről, hát nyugodtan beszélhetnek arról, hogy Peking mit hogyan gondol, meg Moszkva mit hogyan gondol, csak az a baj, hogy ők nem beszélnek se rosszul, se kínaiul, én meg mind a két nyelvet beszélem. Tehát, de azért nyugodtan elemezzenek. Tehát ezekkel körülbelül tudnak Kínáról, meg az Oroszországról, mint a holland riporternő Magyarországról, meg a magyar... Vagy a Kamala Harris. Vagy a Krisztina Ambipur. Sok zárójel miatt most már elfelejtettem, hogy miért is hoztam szóba a Kusai Sándor. Nem tudom, mert rajongsz érte, hogy milyen jó. De itt tényleg teljesen ezért volt, tehát abszolút egy jó látásmóddal, egy jó látásmóddal jött igen, be, igen. Eszembe jutott, hogy ő is sérelmezte pont ez a bocsánatkéréseket a vókistát, hogy nagyon aranyos, hogy bocsánatot kérnek, meg a nagyszüleiket, így nagyszüleik emlékét bepiszkolják, hogy azok mekkora féregek voltak, mert hogy nyomorgatták a harmadik világnak a kosait, de Nyugat-Európa mai napig gyermekmunkával bányáztatja azokat a ritka földfémeket a Kongói medencében, amit tehát a nagyszüleiknél ez bűn volt, de ők ugyanúgy elkövetik. Tehát a nagyszüleiket bocsánatot kérnek, viszont ugyanazokat a bűnöket követik el mai napig is. Nem, mert hogy már megváltoztak? Én csak közben kutatom, hogy a vése is bögre mennyivel tud többet, de hol a trükk?
Majd rájövök. Kicsit paranoiás. Antivéseit vagy. Hogy a Vogue-ban ez a mérhetetlen hipokrácia az, ami igazából... Arra gondolsz, hogy a németek már nem változtak mégsem, meg és megint kirakatokra azért festik fel, hogy ezúttal orosszal ne vásárolj meg. Nem tudom, tehát erre gondolsz? Magyarra ne kereskedj. Erre célzol, hogy a népek nem változnak, hanem ugyanolyanok, mint voltak? Erre célzol? Hát én nem tudom, mire célzol. Akkor nem mocskolják a nagyszüleik emlékét, hogyha ők ugyanazt csinálják. Tehát én értem, valakiben meg kell találni a felelőst, vagy Istenben, vagy az ómákban, az ómák valami, lemészárlását. Vagy Donalas szendvicset eszik az óma, akkor le kell mészárolni. Tehát én amikor azt a dalt elénekelték, akkor ott nem tettem volna nagy összeget, hogy az ómák azok életben maradnak. Elkezdett böngészni a hajójegyeket, mi, hogy valami távoli kontinens. Ez kicsit olyan, mint hogy Günterrel interjút készítenek Linz külsőn, aki elmeséli, hogy a nagypapáját a szörnyű vétkeket követette, hát a gyerekeit bezárta a pincébe, és akkor mit tudom én, a riporter szomorúan hallgat. Lenézhetnénk az ön pincébe is? Nem vesz arról tudomást, hogy olyan padló alul ilyen nyöszörgések meg. Nem, nyöszörögnek azok már. Meg folytott segélykiáltások szűrődnek fel. Miért kéne segítséget egy osztrák gyerek? Azt se tudja, hogy van külvilág, meg napfény, meg fönti lét. Tehát nem viccel. Mi a feljön, akkor tudja, hogy van napfény. Amatőr. Ezek a nyugati népek, bazd meg, ezek ilyen kézkezet most. Tehát egyik se fogja szembesíteni a másikat. Mivel neki fantázik, neked egy gyarmatoid voltak, levágtad a kezeket. Én nem is létezem. Nem, én nem létezem, nekem nincs nyelvem 800 éve. Nem lesznek ilyen beszélgetések, hanem megveregetik egymást. Ukrajna is mikor nem létezett? Ott a 40-es években nem nagyon létezett Ukrajna, nem? 40-es években? Hát akkor pont létezett. Reichskommissar lett Ukrajna. Nem létezett, mert ilyen mészárolták ott a lengyeleket, meg a zsidókat. Tehát akkor ja, hogy úgy Ukrajna. Nem létezett. Igen. Hát arról nem tehettek. Akkor aludtak. Akkor muszáj. A lengyelek kereskedni próbáltak az oroszokkal. Nem volt választás. Téli álmot aludtak. Egy kis részt mégiscsak meg kell néznünk ebből. A riport legelején ott bemondják. Meg hogy a Ford is légy szíves, te beszélsz hollandul, ugye? Frét. Igen. A riport legelején bemondják, hogy Orbán miniszterei ritkán adnak interjút a nyugati médiumoknak, de most Szijjártó Péterrel tudtunk beszélni. Az meg a Szijjártó évek óta nem csinál mást. Szegény ezeknek a fogyatékos idiótáknak ad interjút. De Orbán diktátor el van a bújva a miniszterei, és nem hozzáférhető. Persze, meg bezárták a parlamentet, nem zártuk be. Nem? Nem. Hát, jó, minden. Ember, most jövök a parlamentből. Akkor tök szép idő van, nem? És akkor itt elmondja a miniszter úr a valóságot ennek a tévés hölgynek, utána pedig visszakapcsolnak a stúdióba. Ja, interessant om deze minister toch zo eens te horen. Dat hoor je op deze manier niet vaak in westerse media. Westerse media. Toch ook interessant om je de vraag te stellen wat Orbán nou wint met die opstelling van ja, toch wat vriendschappelijkere banden met Rusland. Met Rusland. Ja, nou ja, hier in Brussel leidt het dus vooral tot irritatie, maar in Budapest tot instemming. En hier zijn ze bezorgd. Als je met politici spreekt, met diplomaten, dan hoor je groeiende ergernis over die opstelling van Hongarije. En ze zeggen ook, we weten niet waarom dat steeds maar zo is. Anders dat Hongarije gewoon wil dwars liggen, om het dwars liggen. Maar het probleem is, ze kunnen er niet zo heel veel aan doen. Want Hongarije uit de EU zetten, dat kan niet. Dat kan alleen als een land dat zelf wil. Nou, dat hoorde je net. Dat willen ze helemaal niet. Ook al omdat ze het Brusselse geld veel te hard nodig hebben. En dat hoorde je net ook al even langskomen. Er zijn dus miljarden aan tehát subsidies. A... Tök más nép meg nyelvez. Tehát az egyik, hogy bemondja a riport után a stúdióban a fickó, hogy érdekes ezt itt hallgatni. Más mond, mint hogy mi gondolunk, akkor ez biztos, hogy nem igaz. Meg ez így rossz, nem lehet más mondani, mint amit mi gondolunk. Hát más mond, mint amit mi gondolunk, tehát most nem akarom mondani, hogy a németek ugye erre. Mit szoktak megoldásként kínálni? Beszélgettek a stúdióban a Szijjártóval, aki más mond, mint amit ők megszoktak. És helyszínben egy nőt, aki Brüsszel. Hazudozik. De még előtte, mikor... És hogy a Szijjártó ne tudjon rá reagálni. De még mielőtt a nőnek visszaadják a szót, még elmondja a fickó a stúdióba, tehát igazából három helyszínünk van, ahol az interjú készült, a fickó a stúdióban, meg a nő Brüsszelben. És a nő Brüsszelben mit tud a magyar történelemről? És az interjú után kapcsolnak a stúdióba, ahol elmondja a fickó, hogy érdekes hallgatni a minisztert, ez tök más mond, mint amit mi gondolunk, tehát nem jó. Majd adja a szót Brüsszelben, elmondja a nő, hogy a magyarok csak ilyen passzióból mindig ellentmondanak az uniónak, és ez Brüsszelben irritációt okoz. Ez nem propaganda egyébként. Ugyanakkor Magyarországot nem lehet kitenni az unióból sajnos. Hát ez így jártatok. Mi a faszért vettetek be ilyen feltételeket? Olvassátok már ezt a kurva szerződést, amit ti fogalmaztok. Ugye van egy klub, annak vannak szabályai. Kinevet a végén belebasszuk az összes bábútokat, de hát a
játékot ti találtátok, kibazd meg, a ti kockátokkal dobunk, hát megbasztunk mellett titeket. Ez olyan, mint a 6-3, az angolok kitalálták hát, a focit, de nagyon basztuk őket. Olyan, mint a 4-0. Olyan, mint a 4-0. Szegény hollandok az univerzális Gareth Southgate pislognak, hogy mi a fasz történik. Hát Muci, hát te adtál vétójogot, barátom. Hát nem kellett a vétójogot adni. Csak ugye még a 6-3-nál angolok még ilyen büszkék voltak, hogy ők nem is játszanak külföldiekkel, mert ők mindenkinél sokkal jobbak. Ők a foci kitalálói tanítómesterek. És mi lett a 4-0? A 4-0 nem mi volt? Ez már globálisabb világ. Hogy se játszottak külföldiekkel? A külföldiek játszottak velük, tehát az teljesen más volt. De most már járnak védőkkel. Hát szopni, meg inkább, igen. Már mondjuk annyira nem mostanában, VB. Mostanában VB-n sajnos egyébként nem mondanám, hogy ez mostanában egy utóbbi két VB-n egész rendben voltak magukhoz képest főleg. Ebből sem voltak rosszak egyébként. Ukrajnával kapcsolatos külön utas politikákat én akkor fogom bírálni, hogyha összejön az, amit a lengyelek akarnak, hogy ők így, hogy megvédjék Európát az orosz veszedelemtől, ezért mindenképpen Kijevig Lengyelországnak kell lennie. És mi meg nem szerezzük vissza közben Kárpátalját, akkor azt mondom, hogy akkor valamit itt elbasztunk. Hát egyébként, hogyha a lengyel kézre kerülne ez a nyugat-ukrajnai rész, tehát csak Galícia, Volhínia, meg még velé mondjuk a Kárpátalja is lengyel kézre kerülne, azért az kurva hülyén néz neki a térképen is. Ja. Ugye hát Lengyelország egy ilyen kis végső hücske, egy átlog a Kárpátokon. De facto az részben már szerintem lengyel felségterület nyugat-ukrajna. Hát de facto, igen. Legalább félig az. Hát kérdés, hogy mi lesz igen a Kárpátaljal, ami ugye csak ahhoz a részhöz kapcsolódik, ami félig lengyel felségterület. Ja, Istenem, úgy megsajnáltam szegény azért ukrán bokát. Hát tudod, a lövészárokba két bombázás között ukránul tanul. Hazamegy Nyugat-Ukrajnába, és akkor így mondják neki, hogy jó van, megtanultál. Ja. Úristen, ezt a két hétvégét elbasztam erre. Igen. De most mihez fogsz vele kezdeni? Hát most akkor itt van a lengyel tankönyv. Egyébként az a szerencség, hogy ez a nyugati, ez a galíciai ukrán, ez igazából talán még közelebb a lengyelhez, mint az oroszhoz. Kiveszed belőle a magánhangzókat. Kiveszed a magánhangzókat, és már lengyel, tehát semmi gond nincs vele. Mehetünk tovább? Menjünk. Tőlem mehetünk. Hát, hogy tőled mehetünk-e, nem az lesz. Megint a kurva Puzsér, én már nem akarok Puzsért. Én sem akartam, de átküldte az Ábrahám Robi, és azt mondtam, hogy ezzel most muszáj foglalkozni. Ábrahám Robi szúrtos bőrével csak kussol, jó? De várj, mielőtt belevágunk újra a Puzsérba, azért rögzítsük az eddigi tapasztalatainkat, amit már Puzsérról itt leszögezhetünk. Az a tapasztalatunk, hogy Robi buta, ne legyél olyan, mint Robi. Tehát Robi iszonyan műveletlen, buta, mint a faszom, tendenciósan hazudik, igen. És propagandista. Igen. Ezeket már itt meg tudtuk róla állapítani, igen. Tényekkel alátámasztva. Ebből a pontból induljunk most tovább az a kérdésem. Elregyem, Robi egy muci. Igen. Tehát ez egy további ábrázolás. Ez több annál, mert egy muci... Amit leírtál, az egy muci. Hazudik, buta... De egy mucinak nem kötelessége propaganda célból állandóan hazudozni. De hogy nem, hát erről szól a tudománya. Simán lehet csak butaként is muci. Hát de azért hazudik is, igen. Na folytassuk. Puzsér Ábrahám Robertnek, ha nem lett volna felvilágosodás, legfeljebb tőzeget szedhetne a cigány származásával. Robi, ilyen rasszista amúgy? Melyik Robi? Most az van. Hát ezek szerint. Mert hogy a régi világ, amit a Puzsér most így le akar húzni, az nem volt ilyen rasszista. Persze, ha ő egyből erre asszociál, akkor viszont ő annak tűnik. A publicista igen fájdalmasnak nevezte a jobboldali megmondó ember véleményét a felvilágosodásról. Több mint egyhetes aktualitást szedett elő Puzsér Robert és tábja a keddi Spirit FM-en futórádió műsorban. A témát Ábrahám Robert március 20-i az ATV Csat című műsorában elmondott szavai szolgáltatták, ahol a jobboldali megmondó ember arról beszélt. Az elmúlt években elindult Vogue-tól kezdve a tudatipar működésén át mindenben azt látom, hogy éppen készítik elő a világot egy spirituális átállásra. Ezt rengeteg féleképpen nevezhetjük. Robespierre-ék felvilágosodásnak nevezték meg a legfőbb lény kultuszának. A szabadság, egyenlőség, testvériség nem onnan származik. Ha belegondoltok Robespierre szerepébe, a felvilágosodás mögött nem ateizmus állt, hanem ő kőkeményen hitt valamiben. Tök mindegy, hogy egy szétdobáló szellemnek vagy Lucifernek nevezzük, mondta a műsorban Ábrahám. Erre reagálva Puzsér a rádió műsorban, igen, fájdalmasnak nevezte, hogy így gondolkodik a PSTV egykori műsorvezetője, majd hozzátette. Szeretném érezni Ábrahám Robertnek, ha nem lett volna felvilágosodás meg annak nyomán polgári forradalom, akkor ő a cigány származásával tőzeget szedhetne a lápon legfeljebb. Nem fideszes megmondó emberként adhatná el a felvilágosodás kritikáját, hanem a tőzek szedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek és a feleségének. Eleve nem lenne szólásszabadság, meg véleménynyilvánítás szabadsága, folytatta Puzsér, miközben műsorvezető társa megjegyezte, hogy ha nem lett volna felvilágosodás, akkor nekik is más foglalkozásuk lenne, ha már el nem füstöltek volna. A blog további részében, amelyet alább nézhet meg, ja igen, Budaházi, jó, oké.
Hú, hol is kezdjük? Szóval, szerintem kezdjük úgy, hogy a Robi még mindig a PSTV műsorvezetője, tehát legalább ebben ne legyen ennyire tudatlan ostoba. De a másik meg az, hogy a Robi nem a felvilágosodás miatt nem szedt őzeget, hanem nyilván azért, mert Magyarország vízrajzát elkúrták, a megmaradt lápaink, meg természetvédelmi övezetek is nem nagyon szabadott tőzeget szedni, de még azért sem szed a Robi tőzeget, mert hogy végre magunk mögött hagytuk a felvilágosodás egyik nagyszerű vívványát, a fajelméletet. Ezt akartam mondani, hogy mint oly sok minden más, Robi ezt is rosszul tudja. Tehát annak idején régen mondta azt a liberálisokra, hogy nem az a baj, hogy kevés dolgot tudnak, hanem hogy sokat, de azt mind rosszul. Magyar focistákra mondták régen, hogy mindent tudnak, csak semmit se jól. Ez régen volt, mert most már látjuk, hogy ez nem így lesz. Igen, hát, tehát a Robi... De az edzők még mindig. Úgy tűnik, hogy nem csak a kerozin fogyasztáshoz nem ért a Robi, hanem ehhez sem. Tehát most visszabüfögte azt, amit egy ilyen, nem tudom, egy gimnáziumi tankönyv zanzájából elővehet bárki. Micsoda csodálatos dolog a felvilágosodás. Érdemes megnézni, hogy a felvilágosodás és a felvilágosodás polgári forradalmának kirobbanásakor mennyire tartották tiszteletben a szólásszabadságot, mert hogy gyakorlatilag mindenkit lenyakasztak, aki más mondott, mint a forradalmár. Sőt, még azokat is lenyakaszták. Akik egy picit mást mondtak. Nem, aki ugyanazt. Hát az veszélyes, hogy ugyanazt mondja. Akkor ez még egy olyan, aki te. Igen, ez nem. Viszont a forradalmuk előtt zavartalanul működtek a mindenféle királytól független sajtótermékek, igen, amiket egyébként elég gyakran arra használtak, hogy a királynőt, vagy a királynét bemocskolják, lejárassák. Hát Mária azért azt már nem nevezném a felvilágosodás előtti korszaknak. Nem, szerintem az a felvilágosodás, a forradalom előtti korszak. Gondoljatok bele, hogy mennyi csodálatos vívványa volt a felvilágosodásnak, például a Magna Carta. Ja, nem. De az ugye korábbi talán. Az ugye tökre, tehát hogy az tökre a felvilágosodás találmánya, meg a 16. századi lengyel alkotmányszöveg, amiből szedték a mai forradalmárok a semmit rólunk nélkülünket, az is a felvilágosodás találmánya. Vagy például a magyar országgyűlések, ugye azok is mekkora találmányai felvilágosodás, ja nem, az is korábban volt. Nagyon érdekes, hogy ez a politikai szabadság, meg szólásszabadság és egyebek, ezek egy kicsit korábban voltak. Az célozzátok meg a érdekes. Polgári egyenlőségnek a forrásvidékét a feudalizmus csúcsán, az abszolutizmusban kell keresni, amelyik ugye sorban vonta meg a különböző városoktól, meg közösségektől, meg nemesektől, meg nemesektől, meg mindenkitől a privilégiumokat, és mindenkit általánosan egyenlő adófizetői sorba kényszerített. Ez volt az alapja, és akkor erre mondták, hogy mindenki ugyanannyi adót fizet, akkor mindenki ugyanannyi jogot is élvezhessen, tehát bíróság előtti egyenlőség, meg az összes többi az innen származik. Tehát az univerzalizmus, meg a nemzetállamon belül egyetlen a nemzetállam. Tehát az államon belüli univerzalizmus az onnan származik, nem pedig a felhomályosodásból. Tehát a felhomályosodás azt, hogy jelezted, tehát az egész rasszizmus probléma az a felvilágosodás szülte meg. Tehát ez a tudományban való hit meg a felvilágosodás szülte meg a rasszizmust. Előtte ilyen, hogy rasszizmus nem nagyon volt, mert nem gondolkodtak ilyen kategóriában. Ez a kategória nem létezett, egy teljesen más kategóriában gondolkoztak. Előtte nem a csokikat ütöttük, hanem a kabarokat üldöztük, meg az egyéb ilyen akik vallásra. Mondjuk vallás, így van, tehát mondjuk a vallás az egy vízválasztó volt, de az, hogy ki milyen fajú, nem is volt ilyen fogalom, hogy faj, ezt a felvilágosodást találta ki, és még valami nagyon fontos, pont azok, akik a felvilágosodás, az értelem diadalát ünnepelték, azok gyarmatosították utána. Ez csak pont az alapján, hogy már bocsánat, de hát mi vagyunk a felsőbbrendűek fajilag is, meg ugye rációban is, ezért a mi modellünket kell érvényesíteni máshol is. Ez egy érdekes dolog, hogy mikor a spanyolok és portugálok elkezdték Európában elsőként a gyarmatosítást, ők úgy csináltak, hogy oda mentek jellemzően Amerikába, és az ott levert mindenféle azték, maja meg inka államokat, azokat nyilván, mint államot szétverték, elfoglalták, viszont a helybe talált indián nemességet, azokat betagolták a gyarmati spanyol és portugál nemesség soraiba. Tehát az indián köznép az nyilván maradt köznép, de a nemesekből hidalgót csináltak. Tehát nem az volt, hogy te alsóbrendű sárga vagy, és akkor mehetsz a bányába te is követ törni, vagy akármit bányászni. És ez a fajta, nemesből nemes lett. És az a fajta imperializmus, hogy te alsóbrendű vagy, az miután alakult ki? Csak nem a felvilágosodás után. Hát, nem. Nem? Azt hittem, egy népet akarsz, hogy azt mondjuk. Amikor a Egri várat visszavettük a törököktől, az volt az egyetlen olyan város, ahol a helyi, főképpen nyilván török, meg egyéb ilyen balkáni népekből
ott maradt emberek úgy döntöttek, hogy jó van, akkor inkább akkor másnap meg katolikusként folytatják a pályafutásokat, és akkor ennek megfelelően elmaradt az ilyenkor szokásos tömegmészárlás. Vagy amikor a keresztes hadak visszavettek, akkor így a betörtek, és akkor három napig fosztogattak, és mindenkit leöltek, akik ott találtak, mínusz Eger. Ott gyakorlatilag az eredeti, mert nem eredeti, mert ugye a törökök is nyilván az ős lakosságot, vagy a korábbi magyar lakosságot kiirtották, de az ott lévő bevándorlók, vagy nem tudom, úgy döntöttek, hogy akkor magyarként és katolikusként folytatják a pályafutásokat, és ezért alakult ki az, hogy Eger lakosságának a, hogy is mondjam, a magja egy kicsit másmilyen, mint a körülötte lévő lakosság. Ezért csinálnak szalegri bikavért, meg játszanak kurva jó hardcore zenét. Tehát ezért ilyen fura vidék az. Tehát az Ábrahám Robi valójában... És várj, csak egy utolsó mondat, hogy és nem azért mészároltak, mert hogy sötétebb volt a bőrük, mert Anatóliából érkeztek, meg nem tudom én lószörrel kereskedni, hanem azért mészároltak, mert hogy mohamedánok voltak. Az a feltételezés, hogy az emberek osztályozhatóak tudományosan a fajuk alapján, az a felvilágosodás racionalizmusának az a következő. Az egy korszerű elképzelés, így van. Haladó szellemiségű. Úgyhogy a rasszizmust azt az Ábrahám Robi, az a felvilágosodásnak köszönheti, nem pedig az előtti időszak. Tehát végig alapvetően leszarták a bőrszint, a vallásokkal inkább érdekelte az embereket, ha már, és még a Ábrahám Robi részét tisztázva, vagy arra még rámenve, az is egy érdekes egy összefüggés, hogy ugye Robi régóta beszél erről a dologról, hogy nem először foglalkozik ezzel, sőt volt még ezzel közös tévéműsorunk is még annó a Megboldogult Pesti tévén, ahol ő azt hangsúlyozta, érvekkel alátámasztva, hogy igazából a Lucifer világa épül a mai korszakban. De a kép a stimmel, mert ugye a felvilágosodás... és a Lucifer fény hozott, tehát még a szimbolika is passzol, meg a vók is ébredés jelent, tehát az is azért a fénnyel összefügghet, hogy a Lucifer jelentése fényhozó, fény. Tehát nagyon összepasszol a szimbolika. De egyébként ez az egyik eredete, a másik, bocsánat, csak az ilyen, tehát hogy vicces, hogy a rációra büszke felvilágosultak, azok honnan merítették az alapító mitoszukat, az egy orfikus misztérium vallásnak egy ritusából jön ez a felvilágos, de mindegy. Meg a most már alig szebb ritusaik vannak, de itt szeretném leszögezni, hogy Jeffrey Epstein megölte magát. Ez nagyon fontos. Szóval, tehát a Robi ezt... Akarsz meg YouTube csatornát. Így van. Tehát Ábrahám Robi ezt érvekkel alátámasztva... Bocsánat, csodálatos dolog a felvilágosodás. Annak köszönhetjük a Google-t is, meg a rasszizmus. Ezek csodálatos dolgok. Ugyanakkor Epstein megölte magát, és kislánypizzák nem léteznek. Sem az a sziget. Nincs is, ott sincs. Valahol pongo-pongo elefant is nem létezik. Szóval a... Semmiféle pedofilia nincs pongo-pongo. No, szóval Ábrahám Robi ezt így gondolja, és érvekkel alátámasztja, elmondja. Ugye ezzel lehetne vitába szállni, az érveit megcáfolni, fölhozni ellenérveket, ehelyett a Puzsér mit csinál? Az egészet próbálja így egyrészt kiröhögni, másrészt meg magát az Ábrahám Robit diszkvalifikálni az egész vitából. Tehát indirekt módon cigányozásra próbálja az egész vitából. Tudjuk, hogy ki cigány még, nem véletlenül fideszes ez az Ábrahám. Tudjuk, hogy kinek a nagyanyja pipázott. Most ez egy ilyen eléggé klasszikus propagandista módszer, hogy ahelyett, hogy az érvekkel szállna vitába, a Puzsér, aki ugye a nagy kritikus, meg az ész embere önmaga szerint, mások szerint már nem mondja, neki áll ilyen indirekt módon cigányozni, meg az ellenfelét ilyen súnyi módszerekkel diszkvalifikálni. Figyeltétek, hogy a Puzsér legalább akkor a tiszta fajú germán, kékszemű, szőkájú árja, mint a fajelmélet egyik nagy gyakorlati megvalósítója. Tehát a Puzsér helyébe bazd meg, engem az lepett meg, azt mondjuk el, hogy az Ábrahám Robi egyébként nem cigány, hanem fél cigány, mert az anyukája nem cigány. Ugye ez a, mi volt, ez a Schopenhauer-féle entrópia elf, hogy egy kis szennyvizet kell adni a borhoz, és akkor az egész szennyvíz lesz. Ezt így Belpest bazd meg, Belpest már a német tankokra áll a faszuk, hogy azok majd Oroszországot megbasszák a jeges talgán, és arra, bazd meg. És kicsit cigány vagy, hát te kurvára cigány vagy, bazd meg. És azzal, így van, tehát ezt akartam mondani. Mit bazd meg? Nem azt mondja, hogy az Ábrahám Robinak nincs igaza, hanem az, hogy te cigány. Cigány. Most belemegyünk, hogy ki micsoda, az Ábrahám Robi se annyira nagyon cigány. Hogy a Puzsér érvelési készlet, az kb. Kimerült annyiban, tehát hogy tegyük át ezt a vitát mondjuk egy óceánnal odébb, az Egyesült Államok. Egy fehér republikánus politikus, mondjuk a fekete vetélytársának egy választási műsorban azt mondta volna, hogy te inkább kussoljál, örüljél, hogy nem a dohánylevelet szeded Virginia külsőn. Körülbelül igen. És akkor baszki, az emberek azt mondták, hogy menjek te kurva anyádba, ott legyöntötték volna. És mondjuk igazak is lesz volna. Azt mondaná, tehát, hogy a Puzsér azt mondja a Robinak, hogy te kussoljál, örüljél, hogy nem a tőzeget szeded, hogyha ez élőben a kocsmában hangzik el, akkor én nem csodálkoztam volna, hogyha a Robi egy geci nagyot bemos a Robinak. Hú, szegény. Hasbulla utána.
hogyha azt mondaná egy ilyen fehér republikánus, csak így ráereszti Hasbullát, és azt mondaná a néger vita ellenfejének, hogyha mi annak idején, mi fehérek, nem szabadítjuk fel a rabszolgákat, akkor még mindig dohányt aratnál. Hát inkább kussolj, bazd meg. Sőt, azt mondta volna, hogyha mi nem mozunk téged ide Afrikában, még mindig ott ülnél az afrikai izébe, dzsungelbe, bazd meg. Ott ülnél a pocsolyában, az pipázás. Legyél hálás, hogy átfél. Ebben csak az nem stimmel, amit az Ambrózi elmondott, hogy ezt egy republikánus, mert ugye nem ők szokták mondani. De most hagyjuk ezt. Én azt se értettem, hogy az Obama, amikor megválasztották az Obamát, az összes ilyen faszfej, tengeren túli puzsér el volt olvadva, hogy végre egy afroamerikai. Hát az anyja az meg olyan fehér, mint bármelyikünk, és Hawaii-on nevelte föl az Obamát, fehérek, olyan, mint a Kaepernick, bazd meg, hogy négert képes lapon látott. Igen, és Borostyán Ligás egyetemre jártott, hogy igen, full fehér, hogyha beszél a csávon, olyan, mint hogy egy fehér. És az apja egy kenyai muszlim, bazd meg, nulla darab rabszolga volt a családban. Nem emlékszem, hogy a tévévitában elhangzott volna, és ki volt az Obamának a repi kihívója? Repi kihívója? Mekar. A McCain volt, meg a Mitt Romney. Igen, tehát én nem emlékszem arra, hogy McCain vagy a Romney olyanokat mondott volna neki, hogy te figyelj, kussoljál inkább, örüljél, hogy engedtük, hogy iskolába járjál. Nem kell ott négy elemivel lövöldözni Chicago külvárosában. De tényleg így Amerikában összebírta kaparni a nagy haladás szellemiségétől. A Kamala Harris-től meg rabszolgatartók voltak. Két négert. Igen. Ilyen, milyen két négert? Tehát összevittem kaparni két négert, aki elnök vagy alelnök, és az egyik az egy kenyai, ki tehát soha nem volt rabszolga, a másik meg egy indiai, a Kamala Harris. Akinek a felmenői rabszolga tartók volt. De legalább félig néger. De az is afrikai, nem pedig amerikai. Na jó, jó, de azért tehát a Kamala Harrisnek van köze a feketékhez, hiszen az ősei, amikor Jamaikában ott szorgoskodtak, akkor tartottak feketéket. Igen, de ő attól barna, hogy félig indiai. Igen. Tehát ennyi benne a bőrszínvonal. Van ez a géncsere. Tudom, tudjuk, hogy imádják a bőrszínt ugye ezek a haladók. Van ez a géncsere elmélet, ami arról szól, hogy miért kell újra meg újabb gyomírtó növényeket kifejleszteni, mert hogy idő múlva a ellenálló, vagy nem tudom én, átveszi azt a nem tudom én részletet a nem tudom én megóvni kívánt búzából, ami ugye ellenállóvá teszi a gyomírtóval szemben, és ezt sokan a géncserével magyarázzák, és akkor lehet, hogy az emberekkel is működött. Tehát a Harris ősei ott voltak Jamaikában, körülvéve fekete rabszolgákkal, és akkor ő is egy kicsit feketébb lett ugye a géncsere miatt, hiszen együtt ért. Nem, ez így nem működik. Csak ő a nagy házban, azok meg... Ehhez valamit kell csinálni a négernek a fehérrel, hogy ezért cseréljenek. Gén cseréljenek, amit nem hiszem, hogy csináltak. Ez nem wifi, ez kábel érintkezés kell. Kicsit csak Pornhubot néztél. Kurc a felvilágosodás, az tiltja azt, hogy a feketék a fehérekkel ilyesmit csinálják. Szerintem az előtt is tiltottam, hogy te. Szóval, hogyha más volt a vallásuk. Mindegy, a Robi ugye így egy pillanatra ránézett a Wikipédiára, és amit összeolvasott, azt így elmondta, de legalább most a végén elmondja, hogy igaz, hogy fasságot mondott, de legalább társadalmi vitát kezdeményezett. Nem? Megint erős volt a főzet. Erős volt az a főzet. Ez az elmúlt 15 perc, ez csak a Robinak köszönhető. Én a helyébe egyébként utána nézek. Ne engem okoljatok, már nem én hozom ide a kurva puzsaratba. Tudjátok, hogy a felvilágosodásnak milyen kurva ötletei voltak? Megcsinálták ezt a 10 napos hetet. Emlékeztek? Ja, igen. 10 napos. Az nagy siker volt. De egy pihenő nappal. Igen, az nagy siker volt, tehát azóta is ugye 10 napos a hét. Tehát, és havi 3 nap hétvége. De legalább megbaszták Oroszországot télen. Ja nem. Ja, az se. Kurva nagy siker a felvilágosodásnak. A felvilágosodásnak egyébként... Megadja kussolja, mert albán lenné, hogyha nem izé, albán kalóz lenné, bazd meg. Nem jöhettél volna a 11 kerbe, izé nyilasnak. Ha törökök nem tolják 12-be. Fel a... Törökök nem tolják ki őket Észak-Albániába, akkor ott lennél. Ott hoznád be a 20 éves Merciket. Ehelyett a 12. kerületben rossz alkotni. Mondjuk hegyek közül hegyek közé kerül ki legalább. Folytassuk, hogy ki mit csinál, ha nem lenne felvilágosodás. Fia, a hegyes stimmel, csak nem tárazol ki délután. Hát az attól függ, hogy ez igaz. Az attól függ, hogy Galícia? Hagyjuk ezt. Hagyjuk, mert kellemetlen már neki. Ki mit csinált? Melyik országban? Mert mondjuk Lengyelországban ugye külön voltak. Jó, hagyjuk, mert ja, mindegy. A nézők félreértik. Próbálok érvelni úgy, hogy milyen kifogások jönnek, igen. A Laci, hogy engem a Puzsér érdekelne, hogy... A pontos idővel foglalkoznak. A felvilágosodás, hát mondjuk nem még előtte kitalálták már a pontos időt a svájci. Tehát onnan nehéz bűnösebb országot találni. De legalább a... Az egy nagyon, az egy kurva nagy merénylet az emberiséggel szemben a pontos idő. Nem, Laci? De azt akartam még a felvilágosodás, hogy neki köszönhetjük a fajelméletet, a rasszizmust, de azért neki köszönhetjük ugye a kommunizmust is, meg ezt a mostani woke liberalizmus is, tehát ez mind onnan ered, egy csupa-csupa jó ötlet, és mikor ezek így egy, tehát ugye először behozzák a, első volt igazából a rasszizmus szerintem a sorba.
Igen. Aztán jött a kommunizmus, aztán a nácizmus. Hát azt már maguk a franciák is kísérleteztek vele, mert kitalálták. Hát ugye, ugye a francia rasszizmus az... Hát olyó, nyilván a... Croissant végét belemártogatják. Nyilván, oké, utána jönnek a... Az angolok voltak ott az első... Valójában a rasszizmus tényleg az angol száz találmány. Aztán utána jöttek ugye... Jöttek a főnagymesterek, akik igazán 10 év alatt kimaxolták, hogy hogy kell ezt csinálni, és onnantól már nem csináljuk, hogy jó, akkor ezt elengedtük. Pont ők azok, akik túl mert a forradalom alatt ugye ez egy irányelv volt a Robespierre-éknek, hogy bizonyos, hogy ugye különböző nyelvjárások meg etnikumok vannak, és hogy azokat ki kell írtani. Mindenki egyenlő, tehát francia. Azóta nincs okcitán meg breton nyelv, csak ilyen Jurassic Park, mint az írek. Hát a breton, hogy volt vendében, még nem öltek mindenkit. A másik nagy elképzelésük az volt, hogy ugye egyenlőség kell, tehát a templomtornyokat így le kell fűrészelni. Na mindegy, szóval rengeteg jó ötlete volt a felvilágosításnak. Az angolok mennyire gecire rasszisták voltak egyébként. Nem csak rasszisták, de kibaszott ostobák is voltak. Gonosz módon, tehát amikor japánokat ugye lepasszoltatták az amerikaiak velük 1920-ban, hogy nem kell nekik ez a szövetség, és a japánok nagyon berágtak rájuk, akkor úgy voltak velük, hogy hát ezek csak ilyen sárga majmok, akiké nem kár, és akkor amikor ugye háború lett belőle, akkor azért ott nagyon-nagyon meglepődtek, hogy a japán technológia meg a japán hadsereg mikre képes, mert hát ők ezt nem is gondolták volna, hogy egy angol csatahajó, az úgy gondolták, hogy elbánik majd 8 japánnal, és hát egy az egybe is úgy megették őket, mint a büdös szart. Tehát hát kiderült, nem néztek, hogy mégse bambuszból igen, építették. Tehát a cérnával összefűzött varrógép, amit a repülőgépnek neveztek, annál japánok ilyen 70-szer gyorsabbakat csináltak, és úgy fosták le őket az égről, ahogy akarták. Az angol admirális, ez bambán nézett, hogy de bár mi vagyunk a felsőbb rendőrök, bazd meg. Hát benne volt az összes könyvünkbe. És akkor ott szembesültek, hogy hát azért nem minden, nem fehér nép ilyen ostoba majom, hanem vannak olyanok, akik úgy megseggelnek titeket, baznak, hogy még a dédunokájátoknak is fájni fog, csak ők már élvezni is fogják. Tehát az első világháború látszott, hogy az angol rasszizmus ez mennyire, mekkora fasság és mennyire primitív, hogy például a franciákról összevéve, franciák egész jól vitézkedtek a gyarmatokon, mert mondjuk a szenegáli spáhik például ugyanazokkal a tök jó modern fegyverekkel voltak felszerelve, mint mondjuk a benszülött francia, míg a angol gyarmati sereg, mint amit bevetettek, próbálták ott a német gyarmatokat elfoglalni ott Kenya külsőn, azokat nem tudom, ilyen 32 darab német tartóztatta fel a több ezer gyarmati britet, mert a gyarmati britek azok éles onnanásszal voltak felszerelve. Nem mondd ezt, mert a Sajó Dávid megint megírja, hogy hülyeségeket beszélsz. Jó, hát látni kellene a fekete viperát. Ami egy történelmi dokumentum. De egy kulturális újságíró, az miért? Honnan ismerni? Jó, hát a fekete viperát volt az a híres mondat, mikor az első világháború sorozatban volt, azt hiszem, mikor mondja, ott siránkozik a viper a kapitány, vagy százados, nem is tudom, mi volt a rangja. Az mind a két rang rendfokozott. Ja, igen, ez igaz, csak hogy hívták benne. Szóval siránkozik, hogy bezeg a milyen szar most, hogy egyenrangú ellenfélekkel háborúzniuk, mennyivel szebb volt, oda egy tetszőleges afrikai helyen kikötöttek, ott megölték a helyi fűszoknyás törzset, és kirabolták az otthonát. Mennyivel szebb világ volt sokkal akkor. Sokkal sportszerűbb volt. Az angol szempont. Az angol felsőbbrendűség, igen. De oda akartam kiukadni, hogy a felvilágosodásból jön ez a fantasztikus liberalizmus, az első lenyakazós széria is, aztán a rasszizmus, fajelmélet, kommunizmus, nácizmus, meg a csomó, meg most ez a mindenféle vók dolog. És amikor ez a mostani vókok, éppen a rasszizmust akarják lenyakazni, ezek így megint az a történet, mikor ezek hát, egymást nyakazzák le, azért mert valamelyiket szóval másképp mondja ugyanazt. Nem, mert a vók verziója a fajelméletnek az úgy hívják, hogy kritikai fajelmélet. Elé teszel egy kritikai szót, és akkor onnantól kezdve már tökéletes. Igazából egy bőrszíncsere. Igen, tehát valójában ugye... A németet totális fajelméletnek hívták? Adjuk ezt most, nem is volt ilyen. Magyarok találták. Totális háború, totális futball. Itt van mögöttem a magyar fajvédő. Fajvédelmet a magyarok találták ki. Tehát tulajdonképpen Zsupérnek csak azt tudjuk mondani, hogy nem basszagatnánk mi téged állandóan. Nem lenne ilyen kibaszott hülyeséget, nem hazudnál, nem nyalnád fel az MSZP-s pénzt, és nem lennél rasszista. Meg kommunista, meg Fidesz gyűlölő. Ez kicsit sok már így együtt. Szóval a Robi végül is tényleg egy modernista ember, ezt beláthatjuk már rasszista is, kommunista is. Hisz a felvilágosodásban. Összeállnak ezek a dolgok. Ostoba, mint a szar. Ellenben kurva jó keres, nem tudom miért, mert nem állít elő semmilyen értéket. Igen, végül is tök modern ember. Emiatt lelkismert furdalása van, de azért ellepül Tájföldre. Azért elmegy az MSZP székházba a szatyorére, amiben ilyen gyanús pénzek vannak, vagy nem, ezt kérdeztem. Tehát. De elmegy, csak hogy gyanús-e a pénz. Hát, gyanús pénz van az MSZP-nél, megadja. Dehogy is. Csak ne hagyja őt nyugodni azt, hogy boldogkal szólva, mindenkire vár egy személyre szóló Richter.
De hogy gyanús, hát a felvilágosodást teremtette az MSZP-t is, hát akkor mi lenne a probléma azzal a pénzzel, érted? Oké. Jó, sorsjök ki. Köszönje meg az Ábrahám Robi az MSZP-nek, hogy nem tűzegetsz. Figyelj, játsszuk a mely téma jöjjön most. Sorsoljuk ki. Ó. Harmadikra kell. Én Spockot mutatok, az nyer. Igen. Tök mindegy, mit csinálsz. Akkor te mondod a következő témát. Békés és hosszú élet. Hát az van, hát szabad-e kőpapírollózni meccs közben? Persze. Hú, ez a háborgás, amit benyomtak, nem tudom én, a... Még a mi oldalunkkal is. Ez mekkora naftainszag volt. Mondjuk utána nem sikerült a... Mi? A 11. Kit érdekel? És nyertünk? Egy nullás. És utána nyertünk? Igen. És de volt bocsánat, volt. De a bolgárok ellen csak azért nyertünk, mert nem a Dobrev Klára volt a bolgárok kapujában. Mert akkor kurva élet, hogy nem talált a labda. Tehát ez a... Tudod miért? Mert röpül labda és ellopja. Igen. Nem. Nem azért. Szoboszlaikén való háborgás az majdnem olyan kínos volt, mint amikor a Ace Mátéztak a híres amerikai színésznőre az Oscar gálán. Tudod, aki... Azt inkább felejtsük el, ha lehet azt. Szép nő, csak pöcse van, na. Gyönyörű színésznő, csak nem teljesen nő. Na, ezt is a felvilágosodásnak köszönhetjük, bazd meg. Köszönjük. A pöcsös néniket, köszönjük szépen. Tehát persze. Nagy szükség volt rá. Tehát hiány volt. Igen, mivel döntsen a Szoboszlai meg a Sallai kirúgja a 11-es? Nyilván kőpapírólóban, mi verekedjenek össze. Egyébként a Szoboszlai elmondta, hogy nem akarta magának ezt így lenyúlni csapakaitáként, hanem ezt mondjuk el, hogy... De egyébként, még hogyha ilyen játékos gag. Csíny is, meg gag, és egyébként, ha Rossi ki is előtte, hogy kilője a 11-est, akkor is a játékos az nem az edzőnek a csak ilyen tudatkicsapódás, hanem egy külön lény, aki esetleg így hozhat döntéseket. Tehát, hogy azt megteheti a pályán, az edző utána megszíthatja őt, hogy Dominik ilyeneket mondjuk ne. Ez már megint egy külön ügyük, de ez egyébként része annak a vagánságnak, amit meg elvárunk a focistáinktól a pályán. Ezt helyezzük egy kicsit kontextusba. Tehát egy magyar szurkoló, magyar focistától vagánságot vár el. Ez nem azért, csak focistától, vízilabdázótól is, kézistől is, mindenkitől. Ez azért van így, kedves bírálók, mert a magyar futball az arra épül, hogy ilyen kibaszott, pofátlan, vagány, csibészség. Ilyen játékosokkal fossuk tele a pályát, akik egy meccs közben nem azon görcsölnek, hogy most fegyelmezettek legyenek-e, hanem ilyeneket csinálnak többek. Néha rábasznak, és akkor idegesek lesztek tőlük, de ezt valahogy úgy arányba kell helyezni. Teljesítménnyel kompenzálják. Mivel járul még hozzá ez a fajta stílus, meg hozzáállása a mérkőzéshez. Nekem vannak otthon nagy vastag sportkönyveim olyan játékosokról, hogy hát nyilván írni több évtized táblatából mindenkiről lehet bármit, tehát lehet, hogy kicsit fel vannak tupírozva, de akkor az akkori korszaknak a világ klasszis játékosai, akiknek sok tulajdonsága benne van, egy tulajdonságuk nem volt, soha fegyelmezettek, azok kurvára nem voltak. Tehát, ha jött bazd meg az ávós főgeci, aki pár évvel előtte fölkötött valamelyiket közülük, annak is úgy beszóltak, hogy megjelent a farkas mivel a fehér egyenruhájában, mindenki meg volt hűlve, hogy most itt a Göring Marshallnak öltözött farsankol, és most röhögjenek-e rajta, vagy nem biztos, mert akkor felakasztják, és a Puskás Öci a karzatról leszólt neki, hogy fagylaltos fiú, két gombóccal gyere. És akkor azért bazd meg, mert a Puskás Öcsit azt nem fogjátok ti fegyelemmel izélni, tehát annak a geci nácinak, aki ott halálra rúgta, annak háromszor szólt előtte oda, hogy öreg, át fogom rajtad vinni, és hozzám se tudsz majd érni, te faszopó német. És akkor azével lefordította neki a bánáti svábból, aki tudott magyarul, és akkor hát negyedszerre csak felrúgta szegény, tehát most rábaszott a nagyképűségre, de a magyar labdarúgóktól ezt várjuk el, és kurva jó, hogy 50 év után ilyen focistáink vannak, akik kőpapírollózgatnak. Tehát aki fegyelmezett futballra vágyik, annak én felveszem videóra Guido Buchwald 87-től 89-ig a Stuttgarter kickerbe folytatott fegyelmezett videójátékát. Bekötöm egy nagy szép izé mastival, azt átadom, és akkor nézzetek fegyelmezett futballt. És kireagált kurva jó, ugye a kedvenc ex-germánom a válogatottban, a Schäfer András. A Schäfer, a tükör. A Schäfer, igen. Milyen gyerek, bozd meg! Közben készülök a válogatott meccsekre. Hát ilyen futballistákra vágyunk 50 éve, bozd meg, hát. Lazák, viccesek, humorukban, és még focizni is tudnak. Az a helyzet, hogy ez ilyen népi karakter, hogy minden népnek a
bármilyen sportcsapata, az a saját karakterébe tud igazán jól lenni, tehát a német az akkor lesz sikeres, hogyha ezt a zárt, fegyelmezett német falangszot, ezt így tolja át tűzön, vízen, mindenféle falon. A magyar nekik meg akkor lesz... Nekünk ez soha nem fog menni. A magyar meg akkor lesz sikeres, ha felhúzza a visszacsapújét, és belebassz az egy darab résbe. De előtte előtt menekülés színlel. Igen. Vagy bekeríti körülveszi, és váratlan helyeken bukkan föl. Hát, magyar meg ebben lesz csak a jó, és hogyha mi elkezdünk ezzel a német módszerrel erőködni, és falangszot zárunk, igen, és megyünk, ebben egyrészt nem lehetünk soha legjobbak, maximum ugyanolyan jók, ha barom jól csináljuk, de jobbak soha nem leszünk a németek életben. Egyébként az összes sportban ezt csinálják, hogyha láttatok már német ökölvívó, hogy néz ki a német ökölvívó, ez bal, jobb. Pontosan ez ezt mondta a kokó, pontosan ezért nem vágodott be a németek, mert a németek nem értették, bazd meg, hogy felmegy egy gyerek, akit meg se lehet ütni. Jó, egyszer ő is beszopta, hogy megütötte ez az argentin csávó, de nem értették, hogy ez milyen box, mert nem ezt szokták. De a kokóról 3 év nem derült ki, hogy nem bírja az ütést. Igen, mert nem találták őt el, ez egy kurva nagy dolog. De akire Erdei Zsolt ugyanez, aki még az ütést is bírta, de ő meg Amerikában azért nem futott be karriert, mert ő se azt a ilyen látványos csihipúi boxot tolt, hanem ésszel boxolt. Kurva jó volt, egyszer verték őt meg, az se egészen igazságosan. Az is egy kurva nagy izé volt, hogy kurva nem volt a rosszabb. Mondjuk, hogy elcsolták neki, de Amerikában így nem voltak rá kíváncsiak, mert nem ilyen... Igen. Tehát az ő boxuk, amit az ilyen csépeld egymást szarrá, és akkor ez aki, a germán box. Aki mit tudom én, 374 ütést kap a 377 helyet, az nyer. Tehát kb. Ezt a boxot szokják, és nem nincsenek ehhez izélve, hogy most... Hát azt hiszem, hogy a magyar-bulgár meccs az így bebizonyította, hogy nem kell ezt halálra görcsölni, mert hát azért te is a bulgár válogatottról őrzöl némi emléket a 90-es, hát 2000-es évekből. Én akkor nagy bulgár drukker lettem, miután megverték a németeket. Gondoltad volna életedbe, hogy... Évekig bulgár drukker voltam. Gondoltad volna életedbe, hogy egyszer úgy fogunk focizni a bulgárok ellen, mint ahogy ők fociznak a világ ellen? Jó, azért ez nem az a bulgári, azt tegyük hozzá. Hát nem, de nem. Hogy így... Az meg érted, hogy helyet cserélünk a bulgárokkal egyszer. Hát az amit úgy, tökéletesen leírta a meccset, az első fél időt, a másodikat nyilván már végig lazázták meg minden, az amikor tényleg az a talpal a szoboszlai, hogy csak azt a 3 centit mozdította meg a labdán, hogy a bulgár keresztező... Pont megkerült a bulgárnak a lábát a labda. Keresztező bulgár játékos ágyaz bogyasz elment valahova, ahogy kell. Hát nagyjából ennyi a futball magyar verziója, hát hogy egy szép cserér, meg egy ilyen mozdulatért leszarjuk, hogy mennyi az eredmény igazából, de hogy ilyeneket szeretnénk látni. És még a lelki világgal kapcsolatban az is fontos, ugye az észt meccs szóba került, hogy egy 1-0, persze egy totál tét nélküli sörmeccs volt, minek törjék össze magukat? Mert szegény Kalmárt az andorraiak hogy szétrúgták, megérte? Nem és rúgták még szét a Kalmárt, a leérkezéskor rosszul érkezett le, nem ők rúgták meg. Na jó, mindegy, szóval nem rúgták, de nem abba sérült bele. Egy ilyen sörmeccs nem ér annyit, pláne barátságos meccs, utána a tétmeccsen oda tettük rendesen, és miután a második fél idő már le volt futva és nem volt komoly tétje, akkor megint beleszartak, mert ez is része a magyar lelkületnek, hogyha nincsen komoly tétje, akkor hova a francba hajtsuk a dolgot? Ugyanez az oka annak, hogy egyébként a velünk egy szinten lévő csapatok ellen, ott azért voltak még most is a utóbbi években problémáink, ellenben a baromi jók ellen oda tettük magunkat, mert ott komoly tét volt, ott föl tudtak pörögni rendesen, és megvertük a németeket, megvertük az angolokat, x-eltünk a franciákkal, olaszok ellen jól játszottunk, ezek ellen sokkal jobban játszottunk mindig, mint a velünk egy szinten levők ellen. Hát mert a magyar akkor tud rápörögni, a kurva nagy tét ezért van. Ezért van az, hogy a bolgárok olcsóbban megúszták, mint az angolok idegen. Így van, pontosan. És amit... mikor volt utoljára, tehát az a legcsodálatosabb, hogy végre van egy olyan játékosunk, tehát az a klasszik jelenet, hogy amikor a Szoboszlai odállt a labda mögé, ott a Szabad Demokrata rúgásnál, akkor a Kocsmáros már elkezdte kitölteni nekünk a gólyéget, mert mindenki tudta, hogy mi fog következni. És az a beszólása az évvel, azt szerintem azt tudom, meccs után mondta, hogy azt mondtam a fiúknak, hogyha bármi görcs van, vagy úgy érzik, hogy rossz helyen van a labda náluk, akkor adják nekem ide, és majd megoldom, mert én jó vagyok ebben. Hát ezt 50 éve várunk egy negyed ilyen játékosra. Egyébként a... Mit láttunk 50 éve? Jaj, csak nehogy megsérüljek, csak nálam ne legyen, csak én ne roncsam el. Igen. Ez volt minden kibaszott válogatottban. És mi volt igen az aranycsapatnál egyik vezére? Nem tudom, mihez kezdi, adod a Bozsitnak, majd megoldja. Igen, de ugyanez volt, hogy a Hidegkúti volt a labdafelelős, és akkor mondta, hogy ment oda hozzá a kocsis, hogy öreg, csak nekem, és mondta, hogy már harmadik ember jött, hogy csak nekem ad, bazd meg. Nem ez számot kérlek. Igen, nem ez volt, hogy majd keresd meg a másik szélen talán, és akkor eljut hozzám a labda, én majd kirúgom tatsa, és akkor nem kontráznak le. Nem ez a futball volt. És most, hogy ez a futball volt, bazd meg, már látszott, hogy élveznek futballozni. Igen, ez volt benne a legjobb eredmény. Ami változás,
a aranygenerációhoz képest, hogy most a legjobb játékosok nem Kispest, hanem Phoenix Goldnak. Csak három van, igen. De nem lehet, hogy az MLS-nél ezt a Phoenix Goldnak a telefonszámát el kéne kérni, hogy mit csinálta az öreg szobosztai? Hát, hogy az MLS 10 akárhány éve nem. Hát ugye az öreg szobosztait azt kipaszták a fehér. Hát igen. Igen. Ugye ott edzős után. Valamit jól csinál. Elég szép bosszú. Öreg szobosztainak egy árnyékával látszott, hogy a többiek tök analfabéták a focihoz. Ott vitte az utánpótlást a Videotonnál, és akkor megjelentek a futballanyukák, meg a futballapukák, hogy miért vannak a, hogy két csoportra vannak osztva a gyerekek. Oda mentek, hogy az én gyerekemet tett be. Hogy a tehetségesek, meg a kevésbé tehetségesek, vagy a haladó, meg a középhaladó, tehát hogy nyilván nem, tehát A meg B, és akkor jöttek a futballanyukák, meg a futballapukák, hogy az ő gyereke az igen, és az nagyon tehetséges, tehát ő négyre jár a edzésre a tehetségesek közé, és mondta, hogy jó, a négyre fog járni, és akkor megcserélte a két csapatot, hogy akkor a B-nál kezdtek négykor, és a jó kettőkor, és emiatt kirúgták a Videótomból. Megcsinálta a Phoenix Goldot, és három válogatott játékos van onnan, meg a fia baszki. Nem, már egy 40 milliót élő. Fia is a három válogatott van, én úgy tudom, a Csobot van ott, meg a Bóla Bendegúz, igen. Tehát ők hárman a zék. Tehát az a három játékos... Azt mondja, Sallai jön MTK Akadémiáról, vagy melyikről? Hát nem, az Sallai... Vagy A Dinamo Zágráb. Az a helyzet, igen, hogy a Sallai volt az, akit mindenképpen jobb hátvédként akartak játszatni, meg úgy nevelték az MTK-ban, és akkor azt mondta, hogy jó van, majd szombaton hozom a meccset, de hétköznap leviszem Zágrábba, mert ott legalább ott a izében. A Dinamóban képesek utánpótlás nevelni. Pedig az MTK nem is még a jobb képzőhelyek közé tartozik, de hát ott is. Ez az a baj, ami szakmai szempontból a fociban Magyarországon jobb, az magyar szinten jobb, de ha összehasonlítjuk bármilyen külföldivel, akkor elég elvérzik a dolog. Hát igaz, MTK-nak lehet, hogy kicsit jobban kéne utánpótlás képezni, hogy a Honvédnak, a Vasasnak, meg az Újpestnek is, nem? Tehát hát talán ezek a futballműhelyek azok a... Hát most már Fradi, azt mondom, hogy ott már pislákó van. Utánpótlás képzés most pislákó? Hát most már 8-at döntőn is beálltak az a fiatal gyerek. Beállt az első vizébe, az meg első mozdulattal úgy kicserezte a német gyereket. Jó, kikaptak már mindent, de hát azért nem biztos, hogy be volt szarva. Jó, de úgy valami már mocorog a Fradiba is, tehát majd meglátjuk. Minden esetre az MTK-nak kéne fosni az olyan játékosokat, mint régen a Cseh 2. Az is egy ilyen rohadt fegyelmezett játékos volt, aztán a szünetben lement hozzá az MTK elnök, hogy valami esős meccs volt, és égett az MTK szünetbe. És lement ott az elnök dagadó erekkel, hogy tessék hajtani. Minden csávó ott ült egy hófehér mezbe. Tudod, úgy, hogy saras volt a pálya. És akkor egyből megtalálta, hogy hát a legjobb játékost fogja nyilván élni, és akkor a csávó kicsit felhúzta az agyát, meg minden, rugott három gólt, nyertek, és utána harmadik olyan kiment a dísztribűre, hogy meghemperegjek a sárba, elnök úr, vagy mit óhajt. Tehát pontosan a kurvára fegyelmezett játékos volt, tehát nyilván ezekkel maguk alatt is vágták a fát, de a karakterükből adódott, hogy ilyen helyzetben nem fognak kussolni, meg az nem van, hogy beszólni. Hát a magyar módszer... A magyar futballista ilyen legyen. A magyar módszer bármilyen sportban az a ellenfél átbaszására épül. Igen, a magyar futballistának a fegyelmezettséget azért engedjük egy kicsit el. A magyar Urbán Fóri. Hát azért a középhátvéd legyen nem csak... fegyelmezett. Jó, támadásról szól a vetően. De akkor egy középhátvéd német, látod? Ott tudjuk, hogy hova kell fegyelmezettség. Az Urbán Fóri volt ez, hogy nem csak szeretek, de tudok is írni, bazd meg. Az, ami bíztató, hogy olyan Rossi csapatában ott van a ex-válogatottunk, a Lackó Zsolt, tehát remélem, igen, hogy ő igen szivacsként gyűjti magába hát tudást. Olyan szivacsként, ahogy én a jégert szoktam gyűjteni. Azt teszi egyébként. Tehát én sem azt akarom, hogy most adjuk el labdát, és akkor kapjunk mindenféle hülye gólt, csak amikor lazázik egy magyar futballista, akkor értsük, hogy ezt miért csinálja meg, hogy ennek mi a szélesebb kontextusa, és ne Guido Buchwaldokat akarjunk látni. Az 50 éve Guido Buchwaldokat nézünk, nem akarunk többet látni. Az a helyzet, hogy van Magyarországon, ha jól tudom, akkor egy darab ember, akiként ma régi futballszakönyveket dolgoz föl. És pont ismerjük. Gondol újra, igen, illetve újakat ír meg, ezt a tudást alkalmazva, felhasználva. De most ezt az egyetlen futballszakembert, van 20-valahány könyve most már, pont őt nem szeretik az MLS-ben egyébként. Az MLS-e pont őt így mindenhonnan tudják el, honnan csak lehet. Ez a magyar edző, aki ezeket a könyveket elolvassa? A Lackó Zsolt. Meg a Kecskemétnek a... Ezt akartam, hogy a Lackó Zsolt... A Lackó Zsolt... Hogy hívják a Kecskemét? Szabó István. A Lackó Zsolt így kb. Az egyetlen nagytételű fölvásárlója ennek az embernek a könyveinek. Bravo MLS. Aztán
Vagy mi lett az oka, hogy tele van Magyarország analfabéta fos edzőkkel? És jön egy olasz az olasz harmadosztályból, és így mindenkit zsebre vág a magyar futball szakmába. Meg jön egy magyar a magyar másodosztályból. És egy full másodosztályú csapat a második lesz. A kurva drágán összehasonlott Fradi mögött. Igen. Tehát én mondom, mennyi véletlen? Én imádom a Kecskemétet, csak a színeikkel csináljanak valamit, mert ezt azt nem tűröm. Igen, tehát az a probléma ilyenkor, hogy ezt a rossz beidegződést, hogy fegyelem, ezt átveszik a nem annyira képzett magyar edzők is, azt hallják a fő hangnak, hogy úristen, fegyelmezett a játékos, és amikor a játékos cselez, meg flagmáskodik, meg vinne valami olyan karaktert a játékban, ami pont jó lenne, hogyha kiforrana, meg az edzőnek az lenne a dolga, hogy ezt egy kicsit így beillesz-e a csapatjátékba, akkor az edző leordítja a játékos fejét, hogy legyen fegyelmezett, ami azt jelenti, hogy ne cselesz, hanem Guido Bukvádként így passzol tovább a másik Guido Bukvádnak. Tehát biztos, hogy az kurva jó játék lesz, hogy a 11 Guido Bukvád passzol. Tudod, mi a különbség a nagypofájúság meg a kreativitás között? A befektetett munka és a siker. Hát meg a tudás, igen. Meg minden egyéb más. Mert az, hogy a Szoboszlai nem egy nagypofájú játékos, hanem egy kreatív játékos, az alapja által belefektetett munka, meg azt... Szerintem a Szoboszlai megállná a helyét a pofájával is, tehát nincs az a baj. Nem azt, hogy nagy képű, vagy ilyesmi, de tud a szöveget, tehát ez a beszólás, hogy miattam maradhattak fenn a gyerekek este, tehát az úgy, szerintem nem egy hülye csávó ez a Szoboszlai. Tehát hát én de hogyha a... tud focizni és pofázni, és akkor minden rendben hát van. Hát akkor magyar futballista ennyi. Hát ugye még a Pállal még a meccs előtt beszélgettük, hogy azért egy komoly terhet kapott ő is, hogy a Szalai Ádámtól vett át a csapatkapitányságot 22 évesen, mert azért a Szalai Ádám az tényleg a Földön az egyetlen ember, aki parancsol a doktor miniszterelnök. Tehát, hogy azért igen, a Szalai Ádám azért nagyon-nagyon magasan van. Tehát azt mondta Orbán Viktornak, hogy miniszterelnök, jöjjön már le azért. Nem. De! Na jó! És akkor lement, igen. Tehát amire a Kim Lee seppelem, a David Pressman vágyik, azt a Szalai így. És ezt a szallagot ugye felhúzta, hogy úristen, most akkor felmegyek a Karmelitába, és akkor Viktor, főz egy kávét. Megmerem én ezt? Megmerik, hát bazdok, hogyha a Puskás beszólt a Farkas Mihálynak, akkor innentől szabad az út, de azért mondom, hogy a Szoboszlai ezzel a beszólással, hogy a baj azért dadognátok a labda, adjátok ide nekem, majd én megódom. Ilyet magyar játékos, mit tudom én, 1968-ban. Úgy érzitek, hogy nagy a teher, akkor adjátok az én vállamra. Tehát ezt nézzük, bazd meg, nem tudom, mióta, hogy a magyar játékos ilyen helyzetben összeroppan, és alibi paszt ad a másik magyar játékosnak. És beszarik. Aki szintén beszarik, szintén összeroppan. Mennyi olyat láttunk, egyébként a Tököli-re emlékeztek? Igen, hogy nem emlékeznek. A Tököliből nekem egy mozdulat, az beégett örökre az agyamba. Valami magyar bajnoki meccs volt, azt hiszem, akkor már Fradiba játszott, vagy Dunafer, nem tudom melyik volt, és tök egymaga tört kapura, közel távol nem volt védő, átgyalogolt az egész térfelet gyakorlatilag, egymaga ment a kapussal szembe, kicsit így balra kisodródva, és így beérte 16-osan belülre, kapus ugye mozdul király így terpeszt, és a Tököli mit csinál? Megpördül a kapunak háttal, és elkezdte labdát fedezni a kapussal szemben. Majd beértek a védők, és elvették tőle. Jaj. Tehát ez maga a magyar foci volt, hogy így egy csomószor egyébként tudtunk, hogy igen is helyzetbe kerülni, mert így néha azért a kapanyil is elsül, de amint bármilyen lehetőség van, összefossa magát. Jaj, lehetőség, és majd kész el is. Pedig a Tököli az még ugye magyar szinten egy jó labdarúgó. Még egy jó csatár volt, igen. És a Szoboszlai ezt képest dagar az önbizalomtól, és így három lépéssel benterem a térfél közepétől a kapu a ötös sarkán. És gólpasztat. Igen, mert tudja, hogy melyik az három lépés, ami elvisz odáig a labdában. Így van. És bolgároknak nem volt jó érzés játszani. És egyéni sikerélményei voltak, hogy melyik reklámtáblát nem postoltattam én meg bolgár játékosan. Igen, tehát azt azért emlékeztek a német-magyar egy-egyre, ami itt volt? A Európa Ligás meccs? Aha. Ami itt volt? Na, melyik momentum maradt meg neked a meccsből? Most nekem összefolyik a három német, hogy miért amikor meccs Fiola az Fiola úgy cselezte ki a sülét, azt hogy egyszer elküldte nagyon. Jaj, megvan, igen. És igen. Hát láttam egy olyan kamerálásban, amikor a mögötte a lelátót vették. Tehát mindenki felállt. A lelátó minden magyar szurkoló felállt, és így elolvadkálni. Leszarjuk, ha nem gól, de ezt jól láttuk. Most ez Németországban nem biztos, hogy ugyanez a reakció a közönségtől, mert most azt hagyjuk, hogy mi lehetett a reakció, mert... Mármint úgy ért, hogy ezt német játékot csinálná, ja, akkor lehet, nincs értéke. Lehet, hogy azt mondanák neki, hogy ne színezd már ennyire a játékot, vagy nem tudom mi, itt meg ez tök mindegy, mennyi lesz, igen, csak ez a játék az csukaszürkén is jó lesz. Az, hogy ugye a Laci szokta mondani, amikor időben érkezik, hogy ugye a történelmünkkel, meg a kultúránkkal ugye egybevágóan kell focizni, és ez a huszárcsinnek az öröksége. A honfoglaláskori lovasi jászott meg a huszárcsin, ugyanaz.
Hát mikor... azért honfogásnak nem, mert tökörő, az ugye hátrafele próbál. De nem fogok meg hozzá az, hogy teljesen hátat fordított, valamit félreérte. Sarkalni akart, hogy mi? Legalább akkor azt próbáltam volna, nem az se. Na mennyivel jobb téma a futball a Puzsérnál? Egyébként, ha már még akkor erre futballon rácsütöttem a magyar edzők. A következő, tehát egyrészt a magyar edzők. Hangosan a hódolatunkat. Tehát azért egyrészt ezen a bolgár meccsen az, hogy a bolgárokat megverdük 3-0, az tök szép, de azért ez egy elég gyenge Bulgária. Tehát nem maga az eredmény igazából a kiemelkedő, hanem az, ahogy elértük. Ez pont az, hogy ilyen megmozdulások vannak, meg ilyen magabiztosság van. Élvezett volt nézni. Élvezett volt nézni, és ők is élvezték játszani, ez még fontosabb, mert ez a kettőként egymásból fakad. És szerintem, ha ezt a meccset 50-szer lejátszanak, egyszer se kapnánk ki. Talán egyszer kapnánk, de az nem biztos. Tehát ez, ez az egészben a legforosabb, hogy ahogy a játék képe kinézett. Úgy játszottunk a bulgárokkal, mint a hollandok játszottak velünk 15-15 éve. Körülbelül. Vagy több idej, mit csinálsz, úgyis a hollandok fognak nyerni. Szóval magát az eredményt nem ünnepeljük túl, mert Bulgária nem egy nagy csapat, a játék az baromi szépen néz ki, de a magyar edzők, hát ők is nézték a meccset, és egyből érzik, hogy kinek a eredménye ez a nagy siker? Fé, úgy vannak a magyar edzők, hogy a magyar edzők a kocsmának a többi része, és én vagyok a Lackó Zsolt, mert ugye úgy van, hogy én 45 perc alatt meg tudok inni 3 sört, meg 3 jéget, de a többiek nem bírtak követni. Tehát én vagyok. Mindenkinek fel kell nőni ehhez a sikeres de ezt nem mondtad, hogy olvastál több ilyen cikket is, hogy mert megtalálták, hogy kinek az érdemes a győzelem. Ez a nemzeti sportban ugye mindenki nyilatkozott, mert úgy érezte, hogy mindenkinek ugye van közölnivalója, és mindegyik elmondta, hogy hát már minket irigyel egész Európa, mert mindenki arról beszél, hogy a magyar utánpótlás az mennyire hihetetlen kiváló. A román, ők is már irigykednek a magyar utánpótlása, meg a bolgárok is irigykednek, mert hogy itt a magyar utánpótlás az egyszerűen lenyűgöző, ez a teljesítmény, amit itt leadott. Hát, hol is van konkrétan az a magyar utánpótlás a Phoenix Goldon kívül? Mert én azt látom, hogy ugye a Vili Orbánt azt ugye repatriáltuk, elmondtuk neki, hogy te magyar vagy innen túl. Kettő fontos utánpótlásnál elő gólpontunk van, a Phoenix Goldban, meg Orbán Viktor, aki szerzi a külföldieket. Orbán Vilit, 4 gólajost. Jó, mondjuk a Kerkezben van 2 év Győr, tehát ott a Győrnek is azért írjunk be egy hatalmas nagy kövér piros pontot. A Győrben, a Kalmári Győrben volt. Meg a Győrben ugye a Priskin Tamás az, aki ott helyes útra térítette, meg kicsit túlságosan szerb volt még a Kerkez. Tudod, az a rohanok, két lábba a Priskin játszott Győrben, de ő nem ott tanult meg focizni, hanem még utánpótlás edzés, meg ő foglalkozott a Kerkezzel személyesen. Tehát akkor neki, de az összes többi, tehát hogy is mondjam, nem a magyar edzői kard dicsérik ezek a játékosok. Nagyon nehezen esik ezeket a szavakat kimondani, de hogy mondjuk a Fradi egy pár jó játékos szállította a válogatottba azzal, hogy olyan szinten versenyeztetik. Mentsük el. Tőlünk ellopott játékosokat olyan sorozatba versenyeztetik, ahol azért egy megszokták a terhet, tehát egy tőlünk lopott bodka. Várja most a Fradi tőletek lop Kispestről? Uh-huh. Most visszaadja a kocsist meg a cibort? Amit a Fraditól lopott el a Kispest annak idején? Nem, az kamu. Fradi terjeszti ezt a kamut. Hogy... Nem, a Fradi az a Rákosi rendszerben is kivételezett csapat. Hát persze. Kedvességben még Kinizsire is átkevesztik. Inkább Kinizsi vételezett, nem pedig kivételezett. Sosem végzett a harmadik helynél rosszabb, mert nem voltak azok üldözve, csak imádják sajnáltatni magukat. Jaj, mi üldözve voltunk, fasz voltatok üldözve. De most már nincsen Rákosi rendszer, azt ti mégis állandóan veszítetek, nem? Pont ezért, nem? Milyen szép időnk van, nem? Kisütött a nap így váratlan a hideg után. Jó, hát akinek szociológiából van doktori fokozata, az beszólhat neki. Nem abból van neki. Jó, de azért terjesztettem. Ez nem az egyetlen hazugság, amit terjesztünk. De ez igazából a legsülösebb, inkább mondtad. Ez a legsülösebb, igen. Inkább mondanád zsidó cigány. Igen, zsidó cigány buzi vagyok, bazd meg, de... Szociológus doktor azért. De a szociológus az egy kicsit erős. Szóval azért a Honvéd Vasas MTK Újpest, most már szerintem a videóton is, hát nagyjából ezek az öten a lavóra alján keringenek már a rozsdadarabokkal, meg a nem tudom mikkel. Tehát ha olyan kurva jó utánpótlás lenne, akkor ezeknek a csapatoknak kéne kitermelni ezt a kurva jó utánpótlást, mert azért, hogy mondjam, én osztom ezt, hogy aki 100-150 éve van a placon, és már tudja, hogy milyen futballt kéne csináljon, az csinálja, és akkor ennek... Tudja, milyen futballt kéne csináljon? Hát ez az, hogy... Ez az. Tehát régen tudták.
Igen. Ezt megírták könyvekbe is régen is, nekem, most is föl van a dolgozva új könyvekbe, de így most nem tudják. Nekem vannak otthon könyveim, tele van a MTK játékosokról, hogy mindegyik ilyen volt, cseh kettő, tehát hogy meghaltak a szépségbe, de nem lett sáros a mezük. Tehát valószínűleg ilyen játékosoknak kéne ott termelődniük. Most nem, fogok, satöbbi, most nem fogok mindenkit, nyilván nem fogunk ki Wikipédiázni, de hogy ne álljuk meg itt, hogy így a magyar edzés meg utánpótlás szar. Tehát nézzük meg, hogy kik ezek. Tehát kik az utánpótlás edzők a MTK-ba, Újpestbe, Honvédba, hát Fradiba, a Videótonba, Vasasba. Megnézni. Kik az utánpótlás edzők? Kik nevezik ki őket? Hát a, én kik képzik az utánpótlás edzőket? Egy kedves barátommal, aki Videóton szurkoló. Ezeket kik nevezik ki? Ez nem kell az utánpótlást nézni, mert... Miért barátkozott a Videóton szurkolókkal? Hát mert egy csatahajóskámba vagy vele te is. Te is ismered az urat. És hát rájöttünk, hogy a Honvéd, a Videóton az milyen bonyolult, hatalmas algoritmus alapján választ edzőt a nagy csapathoz. Nem az utánpótláshoz, hanem a nagy csapathoz. Tehát van a székházban egy földgömb, fölrakják a... Megpördítik, fölraknak egy ilyen zét a fejükre, aki éppen választ az edzőt, és akkor tudod, egy ilyen kendővel elkötik a szemét, és egy körzővel beleszúrnak a földgömbbe, és ahol eltalálták, onnan jön egy ember, aki lehet, hogy életében nem játszott még futballt, azt se tudja mi az, de oda valósített, jó. Miért nem Lamantint hoznak? Körülbelül Lamantinak az élel. Ez így működik, tehát a darts a földgömbre, ami pörög, a játékos politika meg úgy történik, hogy így Lampedusánál tudod így. Igen. Na, van egy, aki el tudta kapni a horgot, az biztos tud focizni is, de nem. Tehát ez, hogy öreg, akkor miért hoztad ezt a játékos, miért hoztad az edzőt, mit milyen akartál tőle, hoztad? Milyen posztra hoztad, milyen játékot vártál tőle, hogy gondoltad, hogy 3 év múlva hol kell majd tartson, ezekre így nem tudnának válaszolni. Annyi választ adnának, mint az angolok a japán repülőkre, hogy, hát én azt hittem, hogy ez jó lesz. És ez a kedvencem, hát hogy ugye előbb mondtuk, hogy vannak ezek a népekhez kötődő különböző játékstílusok, nem csak foci, minden sportban, de még megvannak egyébként a klubstílusok is. Tehát Magyarországon igen. Kicsit más foci volt az MTK-nak, Honvédnak, Fradinak, Újpestnek, ez mindenki egy kicsit sajátos stílusa volt. Ebből így ma nem is tudják, hogy ilyen létezett, vagy létezhetne, meg létezik egyébként. És odáig jutnak el, hogy így, ha megkérdezik, hogy így, mi a te klubodnak a stílusa, akkor így, ilyen szintig jutnak el, hogy hát mi vagyunk a Vasas munkásklub, aki a brusztolós küzdő, soha nem adjuk fel. Kb. Eddig jutnak el így észbe a foci fölfogásába. És akkor még ennyit sem tudnak csinálni a pályán, hogy soha nem adjuk fel, mert szerintem már az 50. Én jobban izélek a 50. percben, már szerintem ott már a MB2-re gondolnak, hogy következő. Most mennyire sikeres ez az idény, az a Schifferre való nosztalgikus beszélgetésem volt, hogy még nyáron Tusnádfürdőn azzal basztottuk egymást, hogy kinek a csapata fog kiesni. Hát mindkettő. Egy barátságos X. Barátságos X. Azóta ezzel rövögünk, hogy a Schiffer, amikor lefényképezett minket a nénél így a bokorba, hogy így paklizik a nem tudom én a így kormánypárti megmondó az ellenzék. Igen, a foci miatt basztattuk egymást. És mindenketten mentek a picsába. Nagyon kínos ez az egész. Nem akarsz nagyon beszélni róla? Hát nem, hagyjuk. De kicsit még a Fradit azért én bántanám, ha már előbb megvédtük. Na bár. Vagy megvédtem én a kocsisága. Na most figyelj, mindjárt föláll a fasza. Most volt egy kiállítás szerdán, EL Hősök címmel. Uh-huh. Tehát egyébként tehát értem, hogy büszkék rá, ez egy szép eredmény, hogy eljutottak a 8-at döntőig. De hát azért csoportások lettek. De azért, tehát az eredmény maga szép. Azért azt vegyük végig, hogy... egy 10 pontos teljesítmény lettek csoport elsők, egy baromi mázlis körbeverésnek köszönhetően. Hát figyelj! Jó, tehát megdolgoztak érte, ezt nem fogom elvitatni. Előbb mondtad, hogy annyit kell kiadni magadból, amennyi az eredmény. Ez így van. De azért nem egy ilyen lehengerlőzé volt, hogy nem tudom, 6 meccsből 5-öt nyernek. Igen, nem bazd meg, a Monaco tényleg csak 1-0-ra verték, meg nem 7-0-ra. Hát most de mondom, nem az eredményt akarom elvitatni. Igen. De azért volt egy kis mákjuk is az csoport elsőségben, azt ne vitassuk el. Szerintem ezt adjuk ezt a szerencséfaktort, mert ezt kicsit... És utána a 8-a döntőben tükörsima kiesés. Emlékszel a... Hát azért ezt nem mondanám, hogy tükörsima, jó, a Leóba Leverkusen, de... Jó, de figyelj, mind a két meccsben. És mondom, nem azt mondom, hogy szar eredmény, mert tök szép eredmény, igen. De azért ne kezdjük már úgy ünnepelni, hogy Hősök, meg nem tudom, ebből dokumentumfilm készül, meg ilyesmi, mint egy kurva nagy menetelés lett volna. Minden, amit a Videóton csinált 85-ben, vagy mikor? Igen. Na, az egy kurva nagy menetelés volt. Jó, a Fradié meg után, nem volt minden az. Minden után készül. A Fradi BL után de, is készül. De bazd meg, azért ez nem hőstett, amit elértek, hanem egy szép eredmény. Az egy más kategória a hőstett. Lépjünk tovább focirok, mert elkezdek modoroskodni, és a Leverkusenről ilyeneket mondok, hogy a gyógyszergyári csapat. Jönnek a plávik. Az Bornaja.
hogy az Albi Telesztemán ne is említődjék meg. Vagy a Vesztemet úgy fogjuk hívni, hogy a kalapácsok. Na mondjad, gránátvörös kékek. Gyerünk, igen, megadja. Ágyusok. Azon szórakoztam marha jót a napokban, hogy a Demeter létrehozta a Petőfi zenei tanácsot, Pezeta, és olyan embereket tett bele, hogy Friend Race, meg Tátrai Tibusz, tehát olyanok, akik tudnak zenélni, és olyanok, tehát olyanok, akikre így egyből megkérdezed, hogy tud ez egyáltalán zenélni, tehát tipikusan olyan. Uh-huh. És megnéztem, hát tudnak, megnéztem egy kicsit, és megnéztem a haladó médiát, és mivel ugye a teljesítményükben nem tudtak belekötni, meg abba sem, hogy szarrá fizetik őket. Nagyferó is ott van? Nagyferó is. Hát ő se tud zenélni. Ő se tud. Tehát és abba se tudnak belekötni, hogy szarrá fizetik őket, mert ugye bruttó 100 000 forint, tehát ez a Puzsé része se veszi, az MSZP-ért ki se utal, érte? Annyira akar eljönni nettóba, három tehát, éve. Tehát, hogy bruttó 100, tehát ezekben nem tudtak belekötni, és akkor belekötöttek abba, hogy nincs benne nő, először is ezt honnan tudják, mert ugye Nagy Feró bármikor. Bármi lehet. Hát szerintem a Nagy Feró ezek után... Én a Feró helyébe bejátszanom. Bocsánat, meg is csinálja. Hát bocsánat, de én nő vagyok. Tehát én annak tartom magam, úgyhogy mit képzeltek arról, hogy izé. Meg hogy nem elég sokszínű. És arra gondoltam, mondtam is a Szilárdnak, hogy figyelj, legközelebb az meg egy zacskó... Legyen az Ábrahám Robit. Legközelebb egy zacskó M&M's nevezzék ki tanácsnak, az meg, mert az eléggé sokszínű. De a máz legyen róluk, akkor ugyanolyanok. Fehér. Hát az ízük ugyanolyan, de abban már az mindegy, ez nem érdekes. A kedden szóval ezt még bevehetjük a tanácsba, és akkor minden ízéjük teljesül. És ő lesz a legnagyobb véres száj. Ő húzza ki a listáról az összes kedvét Ballibe. Szóval, és néztem, tegnap néztem meg pont az ötöt, és akkor volt erről szó benne, kurva jól szórakoztam, hogy elkezdtem, azt mondta a Konok, hogy hát most két lehetőség van, vagy nem fognak semmit se csinálni, csak ott kávézgatnak, vagy rosszabb esetben bevezetik újra az acélféle TTT-t. Imádám! Várjál, maga egyszerűen nem alkalmas. Akkor ott elég egy véleményen vagyunk. Figyelj, és akkor ott ül a Cegléd, és így néz rá, azt mondja, hogy a TTT-t? Müller Péter Sziámi fogja a TTT-t? Nem ilyeskedjél már, bazd meg! Figyelj, megjelenik előtt, ülnek majd egy ilyen félkörbe az asztalnál, megjelenik a Noir ilyen hátacsapat. Hát igen. Repülők baseball sapkával, mint a 90-es évek, és elkezdi nyomni a beatet a Orbán geciről, és akkor a negyedik másodpercben így lenyomják a jövőt. Tehát ezek az emberek... Sajnos nem felejtnek az emberek, akik benne vannak ebben a Pezetában, ezek az első két kategória között lifteztek, tehát a tűrt meg a tiltott között, és akiket a Konok meg a haladó sajtó hiányolt, nem tudom, ilyen Kon Zsuzsától kezdve, Bródi János akkor menetéig, azok ugye a támogatottak voltak. Igen. Hát a, igen, de a CCCD. Hát igen, a figyelj, a Bródi Jánosnak Kon Zsuzsának ugye a Boldi Zsár, tudod, a férje, nem? Igen, tehát hogy hagyjuk ezt. Hát az apósa, az tudom, az a rendszer üldözöttje volt. Igen, nagy üldözött nagyon volt. Tehát azért ne csodálkozunk, hogy a Demeter Szilárd nem nevezett ki olyan embereket ebbe a kuratóriumba, akik így közelről megismerkedtek korábban. Kádár János Seggelukával? Hát Erdő Péter izével, kütőanyagával. Erdő Péter az más. Igen. Baszki, az a igen, az a rektor. Erdős, konferencia elnöke. Erdő Péter a kurva anyát. Igen, ki kell mondanom a teljes nevét. Igen. Így hívják. Én egyébként lehet, hogy az egész Pezetában csak a CPG-t tudtam. Én hallottam egy alternatív történetet FAM-tól, az apuban, Puzsér mellett ott elrikácsolták az Omegát, hogy az Omega volt a rendszernek a tenyerén hordozott csapata. Hát azért. Azé. És amikor nálunk volt az Omegának a nem tudom ki már a műsorban, akkor így ezt így megemlítettem. A menedzsere. Igen, és akkor mondta, hogy mi voltunk a kommunizmusnak az éje. Nem vettük észre a külföldi turné után. Nagy lelkűen a 10%-át, amit megkerestünk, azt megkapottuk. Tehát kurvára izék voltunk. Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, ezek ilyen gáláns a szövegek. A Neóta mennyit kapott a turnéjából? Hát szerintem nem 10%-ot. Igen. Szerintem úrtól. Nem a 10%-át. Tehát kurva Erdős Péter a kurva anyádunk. Kurva jó fej volt velük a kommunizmus. Tehát nem csak a kezében, a is kapott ezt azt az Erdős Péter. Körülbelül olyan jó fej volt velük a kommunizmus, mint a Pap Lacival, hogy mehettél profi boxoló boxmeccsre, csak megkaptad a bevételednek, amit tudom én hány százalékát, és akkor... Mindezt ilyen 30 fölött a karriered végén. Igen, a többi az államot gazdagította, amiből kurva jó egészségügyet épített. Ja nem, azt nem. Inkább ellopották az Impex. Igen, inkább Impexéknél van, és a Puzsérnak és a FAM-nak a honorjára kellett. Inkább Impexéknél lett, és az Impexék létrehozták a haladó újságot.
újságírót, a következő generáció formájában. Az Impexet létrehozták Nagy Zoltánt, ő meg létrehozta a 24.hu-t, ő meg létrehozta Famot, aki odaírhat. Meg a 444-et is nagy részben ők hozták. És akkor összecsurog minden. Varga azért... Zoltán, vagy nem? Varga Zoltán, bocsánat. Mondjuk én azért még ezt a balantyúkot betenném oda a faszik közé. Nem, aki a... Anci gyógyul, bazd meg. Illatos a című... Ja, a Tereskó. Azt kurvára rakjuk be. Tehát a Tereskó az zseni, baszki. Kurva jó az a nő. Beült a heti értesbe, és így néztek rá, hogy tehát ezt nem mondhatod itt. De ezt mondom. Tereskovának a legklasszikusabb akciója tört 2006-ban, amikor az ott a gyógy... parlament. Hát, ez így. Ja, én is csípem. Tehát ha már polgárpukkasztó kreativitás, akkor a Sziámi mellett a Tereskovának is ott lenne a helye. Én meg azt a CPG-nek. Szerintem én ahelyett, hogy ünnepelnék, bazd meg a Demeter Szilárdnak az árokbetemető tevékenységét, hát ott ül egymás mellett a Müller Péter, Sziámi meg a Kovács Ákos, bazd meg. Ki a faszom hozta? Biztos, hogy ez a Müller Péter, Sziámi annyira lipsi egyébként? Mert nem vagyok benne ennyire biztos. Hát, már csak... most már lehet, hogy átrugdossák. Hát ezek után már biztos, lehet, hogy nem elég jó lipsi. Figyelj, ha már Demeter Szilárdnak majd mondta, hogy így vissza lehetne trollkodni, hogy a popzene fejlesztésének az első szakasz, hogy megveszik a Muszli Dobai nagy gitáriskola könyvét a Bródi Jánosnak, hogy hát akkor meg tudja, létezik több akkord is, nem csak kettő van. Tehát, hogy Muszli Dobai íznék gitáriskola könyvének a 10. oldalán nagyon izgalmas dolgok kezdődnek már. Adom egy egyébként. Vagy. Valójában én ugye a Kunokkal részben egyetértek, tehát én nem tudom, mire vélni ezt a pezetát. Ha az a célja, hogy így triggerelje ezeket a idióta haladókat, akkor szétadom. És minden áldásom. Ez már megtörtént szerintem. Minden áldásom rá. Hogyha az a célja, hogy újra engedélyköteles lesz a zenélés, akkor így szétadom. Tehát, ami volt ilyen régen, hogy ilyen, mit kell kiváltani, hogy hívták ezt? Ori engedély. Ori engedély, igen. Tehát, ha ezt... Sanzon bizottság, azt úgy hívták, hogy előkelet járja a művészeteddel, és tehát, az... hogyha ezt a Tibusz meg a Frerez fogja kiadni, akkor szétadom. Hát az Ukrin Benedek azért énekelt, mert letiltották neki, hogy hát mondták, hogy nagyon szép ez a dal, de ugye belátja, hogy ezt nem lehet előadókkal előadatni. Tehát azért adta maga ő elő, mert ő szerezte, csak hát mondták neki, hogy ezt azért nem, szóval ember nem fogja eljátszani. Ezt a két célt, ezt teljesen megérteni, de azon kívül egyébként tényleg mi értelme van neki. Hogy ez a kettő, akkor áldásom rá. Mi kell még a kettőn kívül? De akkor ezeket kettőt szeretném látni. Tehát ez... Én megnézem a Noárnak a... Én ezt állampolgárként elvárnám ezeket. Ő csinálnak egy alternatív csillagszületiket, és abban nem lesz ott a Robi. Hát gyerekek, viszont most... ott lesz a Tátrai Tibusz, meg egyébként a Frerejsz Karcsi, és akkor bejön a Noár, és nem akarok a Frerejsz meg a Nagy Feró ellen beszélni, de ha a Demeter Szilárd minket bízott volna meg, ezzel 1992-ben. Te a popzene felszámolásáért felelős bizonytalan lennél. Bejön a geszti, és már én meg se szólal, és már mondom, hogy Péter... Mész édermesterhez ez a fizikával. Péter, vissza kell menni a gyerekszínésznek. Az a helyzet, hogy ez a rap, ez neked nem megy. A gyerekszínészet az, ami tuti. Ott valaki zsányi kódadasztalos művei. Faszom tudja, igen. És akkor hát azért egy pár együttes. Ezért te fogod viselni a felelősséget. Igen. A Google-nek is érzem, hogy én nem mondtam semmit. Bazán. Semmi Szaloniki nem volt, ő. Az a baj, hogy én nevettem. Ahelyett, hogy én nem. Ti is kinesztek, baszva. És hát képzeld, az Emberek zenekar megjelenik a ritmus. Én nekem arra kellett át az iskába ballogni. Emberek, mama, indulnom kell. Jaj, hát igen, tehát nekem is azért úgy lehet, hogy ezeket a műsor... Tehát a Ukrin Benedeknél ez egy jó taktika, hogy hát Miller úr, nagyon szép ez a szám, de hát ezt még maga se. Igen, ehelyett mondjuk nem lehetett volna, ha már a Tátrai Tibusz mondjuk a küszöbön túra ballagni, vagy valami, tehát hogy amíg valami normális zenei vagy, műre ért. Vagy egy nagy projektorral én mutatok neki kendékás díszemléket a 80-as évekből. Tud így menetelni? Közben zene közben is tud így menetelni? Fogod azt tudni, hogy az NDK-s díszmenet? Igen, díszlépésben. Nem kevered össze más korszakokkal véletlenül? Igen, díszlépésben kell állnom, a máról énekelni. Meg a mikrofon engedély az már fasság. Tehát szerintem a popzene fejlesztésének az első lépése az lenne, hogy ezt a kártékony kereskedelmi televíziózást egy kicsit háttérbe kéne szorítani. A Puzsérnak a zsűrizését is előzsűrizni kellett volna, hogy Robert. Mert azt, hogy a popzene demokratizálódott, vagy itt kinyílt, meg azzal nem fogsz tudni csinálni. Meg az eszközök már a hétköznapi polgárok számára is hozzáférhetők lesznek, tehát otthon a kompjúterhez vesz egy ilyen 60 000 forintért egy külső kártyát, akkor olyan minőséget tudsz te otthon összeprentyögni, mint a
20 évvel ezelőtt 5 millió forintot fizettél volna óránként a stúdióba, tehát ezek tök jó. Te Ambrózi, hogyha Polpontnak sikerült elfolytani a zenét, akkor nekem is menni fog. Csak erőkérdés. Neki meg a táliboknak. Mutassak valamit, ami alátámaszt az érvelésem? Biztos, hogy akarom hallani? Pillanat, csak ez még a reklámokat izéljük. Mondjad közben, csak mondok. Hát már demonetizáltak minket, a reklámot ne adj be. Nem adok be reklámot. De legalább ennek örülhetnek a nézők, hogy reklám nincsen. Tehát értem az érvelésed, de hát, hogy mondjam finoman. Tehát a világot megszabadíthattuk volna rengeteg olyan dologtól, aminek nem kellett volna a fülünkbe. Kája, Anglia, Írország és Wales-Felkent királya. Nem kell, hogy a nyomorult szövegeddel alcass, csak egy joghallgató vagy. Jogodban áll, hallgass, akit élni hagyok. Nem akarok többet bejátszani belőle. Tehát én sosem értettem, hogy emberek... Mez Noir volt? Nem, rosszabb. Kuzsér maga. Nem értettem azt sosem, hogy embereknek miért van olyan ingerük, hogy énekeljenek. Nekem sose volt olyan. Hát akik nem tudnak énekelni, azok reppelnek, de hogy így... Federikus tudott énekelni, azt mégis hát, énekel. Na, az egy nagyon jó kérdés, hogy miért kell arra fakadni. Tehát én hát már... a Pezetán nem megy át a Friderikussal. Én már gyerekkorban se értettem a műzikereknek a 97%-át. Én sose akartam érteni kurva a műzikereket. Kurva jó, de miért kell énekelni? Nem jó. Egyébként nem kurva jó, igen. Egyáltalán nem jó. Amit te mondtál, hogy már a kertévék az egésznek a nagy bűnösei, ez igaz, csak már nem a kertévéken múlik most. Hanem rajtunk, tehát, mert nem vagyunk a Pezetában. Tehát most már elég sokan nem néznek tévét. A Frenesznek egy izérére csapnám rá a piros pecsétet, mert a Frenesz jó zenéket csinált, ugye? Emlékszel a Hamis a babára? Persze. Na. Csak semmi pánik. Én a jó zenét adom, csak a zenék 97%-a sajnos nem annyira jó. És ezeket kell megtalálni és eltanácsolni a pályáról az illetőket. Viszont a rizstermelést ezt felpörgethetjük. Na szóval most már kertévékkel kijött a Szellem a palacból, és nem lehet visszatuszkolni bele, úgyhogy ezt buktuk, mert most már az interneten úgy megy, ahogy akar, ezt nem fogod tudni korlába tartani. Ezért nem értem a Pezetát sem, mert ez... Tehát popzene az így, az megy, az... Az az igazság, hogy rengeteg lehetőség van még itt a Szilárdnak, tehát például valaki elkezd károgni, hogy hát miért nincsen nő a testületben? Tök jó, meghívjuk a Tóth Gabit. Az a baj, hogy nem csak Pezet a kéne, mert az irodalom nagy része is szar, ezt a Szilárd is osztja, akárminek a nagy része is szar, tehát sajnos az ilyen művészeti ágaknak a tetemes mennyisége. Csak ott van mozgástér, tehát mondjuk egy ilyen valami kutyaütő szar író, aki ugye 90%-a portásnak, az mondjuk, ha nem kapna állami támogatást, akkor így befejezni az írást. De kap. Hát de hát ugye ez az egyik baj, hogy kap. De ott így lenne mód, hogy ne kapjon, de a zenészeknek egy csomó része nem kap állami támogatást. Hát most azért kapott. A közössége, tehát a Hitvány és Fogyzenének valamiért mindig van közössége. És úgy, hogy ez még a Szilárd portfólián belül is, hát én láttam ezt a A38-on lévő, nem tudom, elmúlt évben a legsikeresebb koncertekre, hogy összefoglalót, és voltak között tök jó zenekarok, meg izé, és akkor volt, láttam, hogy teltházas koncert, az a nem tudom, köcsökgyerek, síp, tehát az a roppant szimpatikus fiatalember, valamelyik kereskedelmi tévé, valamelyik tehetségkutató műsorában. Ezzel most nem segítesz. Puskás, nem tudom, micsoda. Peti. Hát az annyira Hitvány szar volt, tehát hogy komolyan, tehát zakogtam, hogy mennyire iszonyú rossz. És a srác az hány éves? 40? Tehát mióta van tévúton? Tehát rengeteg tő... Hát 20 éve volt meg a sztáros. Rengeteg tő nem nőtt fel, ami alatt ő zenélt. Tehát 20 éve abban a hitben él, hogy neki ez az élethivatása, és nem. Rossz volt az a zene. Hát, tehát rossz szövegek, rossz hangszeres tudás, rossz zene. De figyelj, nézd, alapvetően én... De figyelj, az, hogy mi fos, meg mi nem fos, érted? Azt egy bizottság dönti el, amit mi ülünk. Ezt mondom, bazd meg. Ha nem így van, akkor... Jön az illető, kis szíven Beethoven írta a művet, amit előadsz, és Katona Induló? Nem, hát... Akkor ma már nem fész be a keretben. Ha nem így van, akkor ugye nem kell kötelező neked elmenned erre, és azok meg, akik elmennek, azok meg elmennek. Egy dolgon basztam fel, és nem csak én, hanem a múltkor, most nem fogom mondani a zenekar nevét, de egy elég jól futó zenekarnak a tagja magyarázta nekem, hogy ő úgy elküldte a kurva anyjába valamelyik ilyen nerfikázó zenészt, hogy barátom, semmi probléma, visszautaltadna az NK a pénzt? Nem utaltad vissza? Hát akkor befogod a pofádat. Már most mondom, hogy jó zenét játszik. Innen mondom, hogy...
Tehát én tudom, kikről is, nem mondom az a zenekar nevét, nem az a lényeg, de tehát nem arról van szó, hogy az a jó zene, ami Schlayer, meg Panetra, amely én azt szeretem. Tehát mindenfajta műfajban lehet jót csinálni, színvonalasat, meg lehet szart. És az emlegetett zenekar, hát én kiborulok a zenéjüktől, tehát én meghallom a zenéjüket, és sikoltozva elszaladok az ellenkező irányba. De tudom, hogy az jó zenekar, tehát a műfaján belül profi játszanak, azokat a dallamokat csiholják, amire az embereknek beindul a lába, és akkor táncolnak a kurcokot, amikor nem látja senki. Igen. A Yorkshire mások. Otthon fel alá menetelek szóval a két fal között. És ők méltán, geci, népszerűek, meg ismertek, meg csinálnak teltházas de koncerteket. Oké, de most nem is erről, nem erről akartam beszélni, mert arról, amiben te belekezdtél, hogy van egy alapvető probléma, egy állandó feszültség ebben a sztoriban, hogy alapvetően ugye valójában ezt irányítani nem lehet, bár szeretnénk ugye irányítani. De hogy nem lehet. Ez csak elhatározás. De a kérdés az, hogy mert most ugye rászorultak arra, hogy itt volt a Covid, meg minden, hogy akkor kapjanak el az támogatást. De a Covid elmúlt. Bocsánatot kérek, melyik volt az a nagyon pofátlan punk együttes a Picsával, tudod, hogy... De az Orbán geci, adjál pénzt nekem? Igen, de az is egy szórakoztató zenekar. Persze, punk hülye gyerekek, de szórakoztató. De valahogy az állami pénz az... Működőképes zenekar. De ha meghallották, hogy állami Della van, és akkor egyből Farkas Attila Mártonként így aláálltak, hogy csöpögjön egy kicsit az ő szájukba is. De ez kurvára punk, ugye? Tehát ezt nem írták bele valahogy a O1G számukba. Igen, csak úgy mellesleg. Mindegy, de zeneileg... Azokat a kritériumokat, amit milyen zene, egy punk zene, bazd meg. Támaszt a műfajművelői elé, nyilván. Ezt meg te is el tudod játszani. Annak megfelelnek. Jó, persze. Viszont a ellenpéldaként hozott, most nem ismétlem meg a nevét, mert aztán ezért nem tudom, én majd pertindít ellenem, hogy szarnak nevezem a zenét. A Picsa? Bár, nem. A Puskás Petike. Ja, hát az lehet. De az meg semmilyen szempontból nem. Sőt, az még a zene kritériumából csak nem tudom én a enének felel meg, tehát zénélkül. Ambrózi lenne a legnagyobb zenei Robespierre, az meg. Így csattogna a guillotine, ha bejönne Puskás Peti. Én adom az Ambrózit, tehát abszolút minden szakmai érvét találtam. Egyébként a Picsa tényleg ilyen. Jó, hát a punk zene alapból ilyen szutyok műfaj, de a vicces meg aranyos tud lenni. De a Picsa annyira szerintem nem az egyébként. Figyelj, élennék itt a zenei Robespierre-en, ezt a DJ-skedést tiltanám be a faszba. Szegényes mondjad, bazd meg. Hát 20 év kényszer munka utólag. Tehát az nem évül el a DJ-skedés. Azt mondod, hogy ez nem zenélés? Az meg. Az a zenélés, hogyha van itt egy ekkora dob, és közben menetelned kell. Na, az zenélés, bazd meg. Ott ki kell, ki kell vágni azért a Gunnar lépést közben, az azért, úgyhogy igen. Nem nyilatkozom. Meg mit elég tudom én, tehát meg az állami támogatás is úgy azt mondja, mint ami a régi Dürer kertben, akik felléptek a Hardcore Fesztiválon, ott egytől egyig megkapják a nagy manit, a többiek meg dögöljenek éjjel. Amúgy ezt tökre várnám mindenféle ilyen Szilárd környékén, ilyen művészet meg kultúra szervezéstől, hogy így ezek az állami csapok azért így ne annyira nyíljanak jelennek, akik így gyűlölik azt, ami nyílik nekik. Nem, csak ebben gondolkodtok? Tehát csak ebben gondolkodtok egyébként? Mert én már egy ilyen alternatív, tehát nem csak azokat kéne elvegzálni, akik állami pénzt szopiznak föl, mert képzeld el, hogy van, nem tudom, fellép a Gólyában a nem tudom kicsoda, vagy hol vannak, Aurora, vagy hol vannak ilyen helyek? Vannak ilyen helyek. És akkor lefékez előtte az kis roham csapatom azével, tábori csendőr fityogóval, hogy itt zenélés van. Igen. Valaki zenélt? És akkor berúgják az ajtót, és akkor belehallgatnak, hogy milyen dallam, rendesen, rendesen ki van ez. És akinek színesen halljanak, ott mosatnám meg. Igen. Biztos ki tudta énekelni ezt az oktávot? Már adom értelmetlen az alternatív zene kifejezés. Egyébként nem, én adom, hogy nem feltétlenül attól szer egy produkció, mert technikailag kurva énekelnek, mert a Christina Aguilera is, hogy ott 6 perc, 17 másodpercig húzza az amerikai himnuszt, tehát már attól is a faszom ki van, hogy nem majomkodjon már, és a nagy Feru se a kurva jó énekes kategória, csak 30 hajlítása. Amit előad, az kibaszottul működött mindig is, mert a nagy Feru egy ilyen önazonos figura. De ugyanez vonatkozik a Picsára is. Hát jó. Ostoba bugyuta. Igen. De amúgy ilyen pangzenének teljesen rendben van, igen, tehát az oké. Okay. Hát, hogy összehasonlítod az elsőkkel a mostaniakat, még fejlődtek is, tehát azért... Hát jó, igen. Tehát azért sokkal rosszabb volt. Tehát... Meg figyelj, van közönségük. Még azért nem tudom, azokat a szövegeket nézte, de na mindegy. Jaj, a nagyon mélyek. Visszatér meg ilyenek, nagyon mélyek, bazd meg, igen. Hagyjuk ezt. Na mindegy, mit akartál mondani? Meg van közönség, tehát azt, hogy... Van. Igen, tehát a Picsát egy csomóan hallgatják.
Jó, hogyha ízének, gegnek fogod fel, akkor egyébként vicces. Én láttam az énekesüket, amit jó műsorban. Mondjuk a rózsaszín pitbull azért egy pár fokkal jobb nálunk. Azért én az állami támogatási cserébe elvártam volna, hogy jó, kaptok állami pénzt, de akkor a... Az nem bankság. Apu, vedd meg nekem, a város lesz az első szám, mert akkor mi rendeljük a zenét, mert mi fizetjük a zenekart. Szóval én láttam az énekesüket valami tévés műsorban, ilyen ATV-s beszélgetésben, ahogy mélyen előadta, hogy mennyire jobb volt a Kádár rendszer. Hát akkor. Tehát a csávó ilyen 50 szerintem, de simán elmenne, simán elmenne 80-nak is. A szövegeik erről szólnak egyébként. Hát akkor visszakapunk nagyon egy kicsit a Kádár rendszerből. Akkor mennyit kapott a CPG? Hány évet? Azt megkapják. Igen. Na. Ki írta ezt a kurva hosszú eszét? Jó, nem voltál be Ctrl-C, Ctrl-V-ztem. Elmondom. Mondd el. Aztán lassan mennénk már. Hogy van-e oké, hogy gyorsan. Tehát, hogy van ez a izé, hogy rendelsz egy tök főzeléket. Ugye? Illetve nem. De miért csinálnék ilyet? Rendelsz egy narancsos kacsát kolibri nyelven, és akkor megkapod a tökfőzeléket, és azt mondja neked a szakács, hogy elnézést, tehát hogy valahol itt eltévesztettem a dolgot, hát így alakult. Igen. De én tényleg narancsos kacsát akartam kolibri nyelven önnek készíteni, és akkor ezt el is hiszed neki, csak ott fogsz gyanút, amikor így látod, hogy mégiscsak ki volt nyitva a szakácskönyv, és pont a tökfőzeléknél. Tehát, hogy eleve tökfőzeléket akart. És ez az érzés kerülgetett, amikor olvastam egy 2021-es dokumentet, ami arról szólt, hogy Oroszországot hogyan kell tönkretenni. Egyrészt leírták, hogy Oroszországban rengeteg, mint kb. Szovjetunióban rengeteg itt a befagyott permafrost alatt, nem tudom, nemzetiségi kérdések vannak, meg az összes orosz alkoholista, meg buta, de hogy annyira primitívek, hogy nem lehet demokratikus rendszerváltozást elérni náluk, ezért szét kell verni egész Oroszországot, nem tudom, 20-25 tagköztársaság, vagy különálló entitásra robbantani az egészet, akikkel majd lehet méltányosan kereskedni, ez így benne volt, hogy kirabolni őket. Fog. Igen, tehát majd ez azt jelenti angol száz nyelven. Igen, tehát a 110 000 fős hatalmas, nem tudom én, szibériai Jakutföld, majd te méltányosan fogsz kereskedni, igen, az valószínű. Itt nyissunk egy zárójelet, hogy azért a tökfőzelék az nem a ételek picsája, tehát így nem punkzenekar étel, tehát ha anyukám csinál tökfőzeléket, gyere át, amrúz és kóstold meg, és rehabilitáljuk. Jó, én szerettem. Akkor legyen inkább vízes tészta. Zsíros kenyér. És az volt benne, hogy Oroszországot úgy lehet megsemmisíteni, hogy darabokra robbantani, hogyha egyszerre intézel feléjük három kihívás, gazdaságét, politikait és katonait, és akkor a gazdaság folyamatosan... Ezt kiírta ezt a... Majd elmondom. Tehát a gazdaság... Nem egy bizonyos Adolf? A gazdaság ez a folyamatosan erősödő szankciós mechanizmusokkal, meg plusz le kell vágni a kereskedelmüket a nyugati világtól. A politikai az, hogy teljesen az orosz világot el kell szeparálni a nyugati világtól, és bezárni őket egy ilyen orosz karanténba. A katonai kihívás, azt meg nem részletezték, csak hát valószínűleg akkor Ukrajna, mint egy katonai kihívás. Az egy svéd NATO-tagság. Igen, tehát az orosz katonai infrastruktúrát teljesen le legyen darálva. És azért volt ez, hogy amikor különböző rendű és rangú ukrán elnöki tanácsadók, meg amerikai politikusok, meg néha lengyel politikusok megszólnak, hogy Oroszországot szét kell verni, mert Oroszországot mit tudom én, megtámadta Ukrajnát, és ez akkora bír, ami megbocsájtatatlan, és Oroszországot nem lehet megfegyelmezni, hanem örökké alkalmatlanná kell tenni ahhoz, hogy hódító külpolitikát folytasson, meg a szomszédai veszélyt jelentsen, akkor azt látom, hogy itt nem véletlenül sikerült ez a Oroszországgal kapcsolatban ez a tökfőzelék politika, hanem mintha eleve ez lett volna a receptkönyvben. És nem az volt, ez összeesküvés elmélet. Békésen akarunk Oroszországgal falatozni. Ja, megvan milyen étele gondoltál, sem mondjuk káposztás disznósült. Arra az étele gondoltál, te nem adtok. Fűzerek nélkül. Barnamászás. Generálszószal. Mert hogy ez a dokumentum, ez 2021-es, tehát én nekem megvan rá magyarázatom, tehát az a baj, igen, megadja, jól mondta, amit mondasz, ez összeesküvés elmélet. Tehát nyugodtan kiindulhatunk abból az alapállításból, ami nyilvánvalóan igaz, és senki nem tudja megcáfolni, hogy Putyin egy beteg állat, egy gonosz, egy rohadék geci. És amúgy meg már meghalt, és leesett a lépcsőn, meg egy heréje van, és rákos, meg van, kacskakezű, náci. Mindenre képes elvetemült az ember. Tehát ha valami ilyesmi van, hogy ami megtörténik 2022-ben, meg 23-ban is még, és már megírta valaki 21-ben, hogy ez fog történni, akkor mielőtt gyanakodni kezdesz mindenféle összeesküvésre, először arra gondol, hogy a Putyin itt a gonosz, tehát valamit a Putyin elcsalt, hamisított, ez ami kitalált középkor, valami ilyesmi. Tehát visszadátumozás. A Putyin valamilyen ördögi csínt belevitte. Tehát kiírta ezt a doksit, nem a dogin. És úgy tűnik, mintha. Igen, tehát könnyen le lehet tudni azzal, hogy a könyv szerzője az a ukrán Drábik János,
Timoshenkónak volt a külügyminisztere, meg rengeteg, azóta amerikánokkal egyértelműen bekötve, de mit tudom én, futóbolon, meg neki is vagy, félhelyréje van. Vagy a könyvszerzője egy ukrán barát csoport. Igen, csak hogy... Tényleg. Három betűs. Megtaláltuk mellette felrobbanva a könyvfosszányait. Csak úgy van, mint az 1984, hogy valaki felfedezte, és úgy gondolt, hogy kiváló, akkor ezt meg is valósítjuk. Szerintem az oroszok állnak mögötte. Jó, orosz áldozatpózó és sajnálatás. Szerintem ezt most írta a Dugin, és te elolvastad, és elhitted, és hogy ukránban így van. Ukrán barátcsoport. Egyébként közbevetés, bocs, hogy múltkor hallgattam a rádiót, ugye. Csak Gulyás nyilatkozta, hogy most már tavasszal biztos, hogy sort kerítünk erre a svéd NATO szavazásra. Ja, melyik tavasszal? Majd amikor az ébredés már, amikor megnyerik a háborút, akkor... Amint elindul az ukrán offenzíva, rögtön meg. De most egyébként én ide javasolnék, ha már szóba itt egy újabb pontot, ugye múltkor végigvettük, hogy mi mindenre van szükségre szépen, a szabályok szerint jogszerűen lefusson az egész történet, ide beiktatnék még egy pontot. Tehát Svédországban nyilvánvaló joghézagok vannak, jogállamisági problémák. Szerintem a svéd, mielőtt a svéd küldöttség fölveszi a kapcsolatot a házelnök úrral, hogy ide jönnének tárgyalni a frakciókkal külön-külön-külön, ahogy ezt a normális ügyrend megköveteli, előtte a svédek szerintem küldjenek egy küldöttséget Finnországba, hogy tájékozódjanak, hogy hogy csinálja az az ország, amelyik ebben a dologban sikeres. És megugorja a feltételeket. Ha a svédek erről tájékozódtak, a tudást földolgozták, leírták, kielemezték, és integrálták. Integrálták, utána jöhetnek fölvenni a kapcsolatot a magyarországi országgyűlés frakcióival. De lehet, hogy akkor már nyaralni fognak, és nem veszi fel hát senki a telefont. Akkor tolódik őszre, és nem megfordul ilyen. És de tavasszal tudjuk csak felvenni őket. Melyik az az európai ország, amelyik nem működő légvédelmi rendszereket küldött Ukrajnába? Bármelyik. Nem árult el. Bármelyik. Csak panaszkodott, hogy nem működtek. A légvédelmi nem repülőgép, hát ezt... Van erről hát egy az hírünk, egy kicsit nem? Durva, hogy azért tudod, learatták a Morámonnát, meg a babérokat, mert hogy ők jó emberkedtek, mert minden aztán már nem is régi el a húzszerokat, hanem konkrétan használhatatlan szart. És az Zelenszky nem merte megnevezni és őket. És cserébe az Európai Uniós keretből pedig lehúzzák a pénzt, hogy modern amerikai fegyvereket vásárolják. Ugyanezt csinálják az észtek. Az észtek nem tudom, ami általuk küldött fegyvereknek a bekerülési értékének a négyszeresét. Igen, itt van, betettétek ezt a helyzet, az újabb botrányos leleplezés történt az Ukrajnának küldött fegyver szállítmányokkal kapcsolatban. Kiderült, hogy a nagy zajjal beharangozott közös uniós lőszerszállítmányt egyes országok arra akarják felhasználni, hogy az európai adófizetők pénzéből lecseréljék selejtes készleteiket, vagyis segítség helyett nyerészkedésről van szó. Észtország például 60 éves katonai eszközökért kért vissza az Európai Unió közös alapjából 160,5 millió dollárt, miközben az általuk küldött szállítmány értéke ennek töredéke. Jól látszik, hogy egyre több ország próbál megtrükközni, hogy az ingyenpénzt az Egyesült Államokból rendelt fegyverekre költik. Baszki, nekem még valahol lehet megvan a pincébe ez a ilyen forgótáras rózsapatronos koltom. Hát elküldöm Ukrajnába, ezt a kapok itt a pénzt, ahol veszek, hogy kurva a gyárgyút. Akkor már csomagold már együtt az én Win 95-ös telepítő lemezeimmel. És akkor mellé teszem néhány flopit küldünk. Mellé a Mafia telepítő 2-es meg 3-as szélét az 1-es. Nekem van egy Lutra album, ami nem teljes, azt is odaadnám. És veszek belőle a 6 teljes Lutra album, nem is pénzem. De különben a legnagyobb játékosok meg a lengyelek. A Morawiecki még be is jelentette, hogy néhány szart eladtunk, és most ezért nem tudom, sokkal ezért jobb cuccokat fogunk vásárolni, és az egészet az Unió fizeti. Tehát, hogy hihetetlen pofátlanok is tudod, hogy van a lengyeleknek van pénzük erre, mert rengeteg spórolnak azzal, hogy mi mindig az oroszoktól veszik a zöldséget, meg a gyümölcsöt. Ők a legnagyobb felvásárló Európában. Meg mint az a vezeték se állt volna le ott. Izé. De az leállt. Jamal. Nem. Szivárog a vezetéken. Szivárog a kőolaj. Elég nagy lendülettel szivárog. Igen, de várjál, mert csak ősztől lesznek szankciók, nem? Nem, már azok vannak, csak rájött most az Unió, hogy többen átverik a szankciókat, és most már bekeményítenek. Tehát ráírják a lengyelek a olajcsőre, hogy fontos szállítmány egyben. Ott álltak a csővezeték mellett, hallottad, hogy zubog benne az olaj, és azt mondták a lengyelek, hogy én ezt elzártam. De hát hallom, hogy nem zubog. A Magyarország volt. Ez az új. Na itt kéne jönni akkor a magyar kommunikációnak, hogy mi minden fegyvert küldtük Ukrajnának. Ott van, nem láttátok? Hát ott ment az úton, van a Lacinak hat löveti koltja.
Oda adtuk Ukrajnának. De most akkor kéne érte egy jobb ágú. Ott van a fiat, ott van a fiat, és akar fegyvertelen a fiat. És húzogatja ki a fiat. Feltette már a cowboy kalapot, már csak a fegyvert. Kisebbi gyerek be van öltöztetve indián, és nem találja a koltot. Tényleg, baszki, meg most van a gyereknek ez a, amilyen befődes gumikat kilövő kis fapisztoly. Hú, de jó. Olyan van neki, hát akkor azt küldöm Ukrajnának. Hát ne viccelj, mert az a drón. Az a bakudott kucs, úgy kisöprik az ukránok, mint a szart. Nem, az egy nagymama kezében halálos fegyverré válik a drónok ellen. Na, menjünk. Nem, még egy, végre egy kis kellemes téma, vissza a sporthoz. Ifjabb Simor? Aha. Átszeremült lelkesedéssel közvetíti a Momentum kordonbontását. Na. Jó reggelt, ez itt a Telex élő. Impex.hu. Vagyunk Budapesten, a Budai Várban, a miniszterelnök hivatalnál, ahol a Momentum frakció és Hatházi Ákos ma is kordont bont. Két hete már lebontották a kordont, amit 2021 óta van itt, építési területre hivatkozva. Ezért nem lehet kérdezni a kormánytagokat, és most a Momentum politikusai, és már kezdődik is, csavarkulcsokkal a elnök frakcióvezető egyből meg is kezdte a bontást, Fekete Győr András, hajnal Miklós. De bátor. De a... nem az esemény a lényeg, a közvetítés. Parlamenti képviselők. Igen. Tehát átváltott, mikor elmegy a kép a focivetsen, és átvált rádió üzemmódba a riporter, és mondja, hogy mi történik. Gyere Máté, menjünk. Igen. Tehát Sipos kettő passzol, középen Szabó kapja a labdát. Gerencsér Ferenc láttatjuk a jobb oldalon feltűzni egy ízléses kesztyűben. Negrautor előre, a román légiós. A Hatházit a, már mosztott a bíró. Gerencsér Ferenc sajnos eltévedt, rossz irányba indult el. Az öltözőben nem, a bíró mosztott Hatházi Ákosnak, hogy az meccs után ne menjen egyből haza, mert vérvételre berendelték. Mert hogy zavaros volt a tekintete. Magam esemény... De Hatházi csak annyira tudott mondani, hogy de én képviselő vagyok. Én képviselő vagyok. Esküje meg volt már egyébként? Hát... kit érdekel? Szóval hát majd, amikor a svéd NATO csatlakozás, de majd az esemény maga, az tök másodlagos. Az a baj, hogy felhívja majd a vázelnök urat, és foglalt lesz, mert a svédek fognak beszélni. Amúgy a Hatházit kurőr áttettek, meg lehetne szoppatni, hogy így megy valahol, és akkor csak utána mész, hogy képviselő úr ezt eltetszett hagyni, és akkor egy ilyen zacskó, ilyen lónyugtatót így oda nyújtasz. Tudja, az lesz ilyen zavart tekintete. Szóval maga az esemény az igazából tök másodlagos, hogy most a Momentum itt bontogatja a kordont, tehát ki a faszt érdekel a belpolitika? Majd ha lesz ellenzék, akkor lesz belpolitika is. Tehát nem az a lényeges, nem az, hogy így a haladó sajtó annyira független a dolgon, hogy ilyen teljes átszellemű, mikor a Knézi drukkol a magyar válogatottnak, kb. Úgy közvetíti a Momentumnak a kordonbontását. Igen. Pedig ez inkább Erik volt a delfinhal. Angolna. Hát, angolna. Angolna, igen, angolna. Tehát ez nagyon keserves produkció volt megint. Na jó. Ende? Szolgálati közlemény. Pénz. Pénz. Küldjetek jó. Pénzt, mert ugye a Google elvette a pénzünket, úgyhogy már csak tőletek kaphatunk. Ha akartok hajóágyút, akkor küldjetek pénzt, mert pénz nélkül nincs hajóágyú. Putyin nem küld nekünk pénzt. Putyin nem küld nekünk pénzt. Olyan akartok lenni, mint Putyin. És ha már Google-i, meg kibaszlás, meg ilyenek, ja, akkor ugye, amikor már aztán kint lesz, hogy akkor hogy a PS csatorna eltüntetése miatt lesz egy kisebb hőbörgés ott a Google székháznál, de az nagyon fontos, hogy nagyon szórakoztató áldozó pótba való kucorgás helyett. Ez nem arról szólt, hogy mi hogy úgy érezzük, hogy ezzel a tüntetéssel majd vissza fogjuk kapni a csatornát, és bocsánatkérést fognak foganatosítani ott a Google különböző rendő és rangú vezérigazgatásai, hanem arról szól, hogy ezzel is fejlik a figyelmet, hogy amelyik ilyen kibaszott cég folyamatosan cenzúrálsz, hogy akkor vannak lehetőségek, át kell menni szépen lassan a versenytársakhoz. Tehát, hogyha valaki komcsi, akkor menjen tönkre. És nyilván nem mi fogjuk tönkretenni a YouTube-át, de hogyha egy, ahogy a Facebookot is sikerült egy anyagilag megrendülnie, meg ugye részvényárak csökkentek, amikor túltolták a cenzúrát. Nem csak amiatt ők... Egy idő múlva meg fogják érezni, tehát a főkönyvben látható mértékben fognak csökkenni a bevételei, mert hogy mindenkit arra kérünk, az összes többi magyarországi tartalomgyártót, nem arra nyilván, hogy hagyják ott a YouTube-ot, mert egy tök jó felület, meg tök jó működik, meg pénzt is tudnak vele keresni a megnézők. Velünk ellentétben, hanem arról van szó, hogy azért a kedvességből rakják fel a többire is, tehát a Rumble-ra is rakják fel, meg a Spotify-ra, meg az összes többi YouTube-a vetélytársra is pakolják fel a tartalmaikat, mert hát, ha az emberek úgy döntenek, hogy akkor ugyanazt a tartalmat inkább nem a YouTube-ban nézem meg, hanem a Rumble-n.
Ja, úgyhogy tüntetés ma délután. Nem sokkal a megjelenés után. Nem sokkal a megjelenés után. A Google, amint ezt megnézted, mehetsz is tüntetni. A Google székház előtt Óbudán, úgyhogy oda lehet Zoom fáradni. Zoom 1700. Azaz, így van. Köszönjük szépen a figyelmet. Várj, ha vagyunk köszönjük még... a támogatásokat. Köszönjük azt, a támogatásokat. Hogy vannak nagy lelkű támogatóink, akik hát bőkezőek velünk, szeretnek minket, úgy látszik, hogy köszönjük szépen nekik. Az majd foganatos. Anyám azok feljut a figyelmemet, hogy a kedvenc filmünkből kell az Dajka mesék hölgyeknek, amikor ilyen szélhámosokat játszott a Marlon Brando meg a David Niven, és akkor mindig lehúzták a gazdag nőket, és mindig azért úgy, hogy azt mondta a gazdag nő, hogy mennyi pénzt kapott a herceg az ékszereimért, és akkor Marlon Brando ilyen azért, sajnos nem eleget. Tehát sajnos nekünk semmi pénz nem elég, úgyhogy minél többet küldjetek, és a herceg az be fogja fektetni. A nagylelkű támogat, mert tényleg van olyan támogatóink vannak, hogyha jól tudom, akik nagyon, elég nagy összegeket. Nagyon szép összegek csordulálnak, csak kevés embert. Úgyhogy, és szerintem nekik lehetne majd valamilyen külön kocsmázás, vagy közös kocsmázás, vagy valami hasonló. Az Ambrózival? Az Ambrózival bármikor lehet, az nem egy nagy esemény. Jöhet az Ambrózit meghívni. Bármelyik csütörtök este. Jöhetek az Ambrózival kocsmázni, de az drágább lesz. A búzi bárban megtalált, tehát az nem egy nagy etvaz. Nem. A péntek este a búzulában. Hát nem, ott már ezer éve nem voltam. Erőtve a csütörtökönként. Hát, ja. Akkor más klubokba találtam. Meg. Most a hétfői foci meccs miatt teljesen felfordult a bioritmusom. De mindegy, de valamit mindenképpen ki fogunk találni, majd a Vései, a marketingeső majd kitalál valami esemény. Az se lesz olcsó, de jó. Ugyanakkor én mindenkit biztatnék olyan helyet, hogy kevesen adnak nagyon sok pénzt, meg nagylelkűek. Ha sokan adnának kevés pénzt, az sokkal és ha sokan adnának sok pénzt, alapokat adhatna nekünk is. Az lenne a legjobb, hát sokan adnának sok pénzt. Nem lehetünk mohó. A Vése igazából ezt szeretné, csak nem merte így kibondani. Meg hát nagyon fontos, nem csak kártyák, hanem ilyen nagyon fasz a bögerék is vannak. Ja, igen, aminek a funkciója a kártyával teljesen megegyező. Hogy ezekkel az adományokkal kaptok kedvezményeket különböző helyekre. Nem, ez úgy működik, hogy a... Ez itt marad állandóra? Ez a miénk. De úgy értve, hogy hazavihetjük, és el akarjuk menni. De úgy itt hagyjuk állandóra. Hát szerintem. Jó, oké. Na szóval a bögre igazából otthon a kártyával... Otthon is innék magamból, csak azért mondtam. Venni kell tőled bögrét, hogy ontól? Nem tőlem. Magamból. A hajóágyútól. Ja, nem tőled. A hajóágyútól. Csak neked kell a pénzt adni, de nem tőled veszem. Lényegében magam. Nem, webshopon keresztül lehet magad a bögrét. Jó. Na szóval a kártya meg a bögre az igazából funkciójában ugyanaz. Lényeg az, ez a kód itt, hogy mind a kettőn van. Ennyi az egészben a lényeg. Azzal a kóddal, ami igazából egy számsor, azzal lehet mindenféle bolti kedvezményeket kapni ezer és valamennyi helyen. Mivel kell menni vásárolni? Hát nem. Aki vesz, annak megküldik a e-mailbe a kódot, és akkor leolvastatja a csippantóval, és akkor már... Ha van barcode applikáció, akkor azon még jobban látszik, vagy böngészőbe kicsit kevésbé látszik telefonon. Lényeg az, hogy a boltba ezt a számsort kell be is lehet olvasni akár, és akkor az alapján kapsz 5-10-20-30% kedvezményt ezer valamennyi boltba. Jó, ez a barcode, ezt kell hasonlítani a barcode-ra, de nem ugyanaz. És az mi? Hát a Berkut az a ukrán különleges rendőr. Már nem volt, szerintem. Már nem. Az volt az, aki... De hogy nem, Moszkváig fognak menni. Hallott, Gugli, Moszkváig fog menni a Berkut. Az még az orosz-ukrán volt. A széljobbos huligánok teljesen szétlentek, meg magadáztak, azok elmenekültek Krimbe, és akkor segítettek a ruskik. Igen, az orosz barát ukrán különleges. Gyűlöletes, nincs, meg is szűnt. Nagyon jól mondod. Átalakult Spesztiánzzá, meg Wagner csoport. Már nincs is neki hadászati jelentősége. Igen. Na jó, menjünk. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy még jövő héten is találkozunk. Sziasztok!